Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt! Sziasztok! Jól van már szerda. Jaj, gyerekek. Na, mi újság van? Itt vagyunk szerdán, hol szemerkélő óban, hol szemerkélő esőben, de valami most megint esik, mikor jöttem. És hát megjött ez a jeges északi szél, hát ez a hétvégére érkező kis hideg, ez már azért így nyaldossa a köldököm. Na, igen. Hát, akkor gombolt be az nem kell haspólóba jönni. Igen, persze, hát tudod, a haspól, szeretem a haspólót. Hát, hogy szereted, na most érted. Jól is áll, csak nem ilyenkor télen. Ha nekem is ilyen szép piercingjeim lennének, és mutogatnám őket, de hát... Ez a rózsaszín haspóló, tudod, ennek nem tudok ellenállni soha. Hideg van, gyerekek, úgyhogy minden költözöm fel, és fúj ez a szél, úgyhogy csípősebb a reggel, mint amilyen szoktunk. Mondhatni, 23, csak a cél miatt, ez most már egy kicsit hidegebbnek érzed. Ez már évszaknak megfelelőbb azért, mint ami mondjuk a múlt hét végén volt, meg a hét elején. Jönnek tényleg a mínuszok, és hát most már korrigálnak a meteorológusok is, mert eddig még csak vasárnapra mondtak nekünk havat, de most már péntek szombatra is, ahogy itt nézem a megfelelő oldalt, mondják, hogy esőcske, havas esőcske, havacska már lehet. Igen, az már úgy egészen alakul a és dolog. Ahogy egy kedves hallgatónk írja, Herenden például most jelenleg is esik. Mármint a hó. Az jó, hát figyelj, ez a január dolga, nem? Ez essen, van. Legyen, menjem. Hát meg Misi előtt, így tudom. Van. Hát aztán igen. Meg hát azért érted, a fekete pálya Salzkammergutban. Ja. Vagy bárhova is mész. Jó kis Salzkammergut, igen. Gyerekek, nagy dolgok történtek teniszfronton. Igen? Óriási. Ne, na, jó van. Képzeljétek el, tegnap meg. Takarítják az utat Federerrel, úgyhogy hát remélem, hogy ha a Murrayt leveri, akkor odaér, basszus. Mert most Gyoko kiesett, most szerintem a Dimitrov szerintem hát elkalapálja Nadalt, nekem van egy ilyen érzésem. Akkor viszont, ha Murray megvan, akkor viszont Roger behúzhatja a 18-at talán. Ferinek mondtam is egyébként, hogy jól tette, hogy nem tett tegnap a nagy kedvencére, akiről nem tud többet, mint bárki másról a teniszben, de azért a kedvencé között. Neki ismeri a nevét, igen, mert hogy volt tegnap egy nagy-nagy meglepetés, ugye a Gyokot elkalapálta a Wawrinka. Igen. Ami nem volt már akkora meglepetés, mert ők a legutóbbi három találkozásukon már 5 szettet játszottak, és a Wawrinka mindig az utolsó szettben ilyen 9-7, 8-6, 7-5-re kapott ki, tehát nagyon ott volt már a Gyoko nyakán, ő már nagyon-nagyon. Én már mondtam neked tegnap, hogy van szansza a Wawrinkának. Az utolsó három meccsüket látva, ez a csávó előbb-utóbb megfogja. Ráadásul pont tavaly ugyanilyenkor, azt hiszem, ugyanezen az Ausztrál Open pont a Wawrinka búcsúztatta. Nem a Gyoko a címvédő, de valami nagy Grand Slam-en már Wawrinka betett neki. Úgyhogy... megkérdeztem Balázs, mert szeretem az ilyen magas orcokat. Igen, én annyira bántam, hogy nem tettem. Én tegnap annyira éreztem, hogy nyer a Wawrinka, és megértem megkérdeztem, hogy mondtam, basszus, mondtam, hogy megfogható a Gyoko. Láttam, hogy hogy játszik, megfogható. Ja. De így utólag mindig milyen jó, mi? Utólag mindig tudja az mennyi volt az otca, 5-szörös otca volt? Ne! 9-szeres otcot. És én akartam rakni a Wawrinkát. Hát így alakult, én is akartam, de hát aztán... 9-szeres otca volt. Bizony. Tehát ha felrakok egy kilót, az azt jelenti, hogy 900.000 forintot írnak jóvában kártyában. Igen, hogy mondod. Nem, mert limitálva van egyébként a nyelmény, tehát 9-et nem kaphatsz. Ez milyen rohadékság? Mit? Miért? Ha én 100.000-et rakok föl, vagy... Akkor miért nem adnak 9-et? Mit? Mert nem. Mert 4 kiló plafon. 4? Igen. És akkor nem is fogadhat 100-zal. Így van, meg mi egyik évéken sem mondhatjuk itt, hogy bárki is foglalkozzon ilyesmivel. De hát most mi beszélhetünk. Ja, persze, csak így dumálgatunk, ha persze, valaki ilyesmi. Mondtam, Jani megkérdezte, mi lesz tegnap. Mondom, figyelj Jani, szerintem odaérhet a Wawrinka. Nekem most van egy olyan érzésem, hogy ez a csávó jó, Gyoko, valahogy nem fekszik a Gyokónak a Wawrinka játéka. Sanszos, hogy meg tudja szorongatni. Erre láttam, hogy utolsó szedbe 9-7, és Gyoko két olyan hibát ütött, amit egy tenisziskola első évadában, ha valaki üt, akkor lezavarják a pályáról, hogy na jó, hát akkor te soha többet ne gyere, mondd meg anyádnak, vigyenek kosarazni. egy méterről röpte bele a hálóba körülbelül. És most Nadal ellen mennek. Ez egy kis Dimitrov a baby Federer, meg elvette az első szettet. Te már, hogy látom, Nadal visszaveszi a másodikat. És ki tudja, ki metszette be, vagy bemetszette a fűzőjét, mint a múltkor.
Ja, a Nadának, hát az egy vicc, igen. Száz éven be egyszer mi? Van ilyen, de hát... És hát ma gyerekek 9:30-kor Andy Murray, Roger Federer. Csak mondom, szegények, akik nem élvezik most ezt a tenisz, nekik ezek nehéz pillanatok, csak mondom, ezen a héten már vége az Ausztrál Opennek is. De jövő héten már kezdődik az ATP. Dehogy is, mi? Jelme. Na. Jövő vége van, még bírjátok egy kicsit, de a fanoknak meg mondom, hogy 9:30 Eurosport Andy Murray, Roger Federer. Nem lesz rossz meccs. Nem lesz rossz meccs. Főleg, ha mondjuk a Roger tudja, hogy a Dimitrov megverte a Nadát, mert akkor nincs nagy előtte, és akkor még tízesebben fog játszani. Hát igen. Ha valaki szereti a teniszt, illetve vannak svájci rokonai, azt nyilván érint ez a dolog, de az talán jobban érint minket, hogy este viszont Ausztria ellen játszunk a kézilabda EB-n. Na, és az mit jelent? Hát egy ötödik helyecske még esetleg. Összejöhet. Összejön. Így van. Hát ez nagyjából egyértelmű, hogy össze fog jönni az alapján, ahogy játszottak egyébként az EB-n, és az alapján, hogy mondjuk az osztrákok egy pontot nem szereztek. Ebben a férfi kézilabdában ennyi van, nem? Mindig ilyen negyedik, ötödik, hatodik, aranyos, nem, kicsit ez. Nem mondanám ezt azért, akkor az nem. Nekünk is lehetett volna jobb a sorsolásunk, csak hát mondjuk belefutottunk a késbe. De mi volt az elmúlt 3 évben a férfi kézilabdában? Én nem tudom, tényleg tök komolyan kérdezem. Mi nagyjából ez a negyedik, ötödik, hatodik, jaj, de jó, majdnem odérünk, de nem? Vagy nyertünk valami komolyat? Na, én ebben viszont tényleg nem vagyok, segítsetek. Nem. Vagy a nőibe nyeregetünk, vagy csak klub szinten nyeregetünk. De még akár lehetett volna, tehát lehetett volna egy picit felénk is a mérleg ezen az EB-n is, például, ha mondjuk a Nagy Laci játszik, de... Nem játszott? Nem. De miért? Nem. Sérült volt? Igen. Gyerek? Tudomásom szerint. Mondom ezt úgy, hogy nyilván én sem vagyok kézifan, meg nem vagyok szakértője a dolognak. Azt olvastam, hogy a Mocsait kritizált, hogy miért nem játszott a többet a Jocót. Tudom, nekem ezek, én mindig elolvasom, mert hazai vonatkozás rukkolok nekik, de fogalmam nincs, hogy kit kellett volna többet játszatni. Olyan hülye vagyok a kézilabdához. Nem, már ki is mondtad, hazai vonatkozás, azért kell rájuk figyelni. Azt sem tudom, hányat pattalt a labda, hogy mielőtt el kell passzolnod. A kosárba tudom, hogy mi számít lépési bánat. A kéziből megy, pattan, fut, megint nem értem. Nem értem, tudjátok? Hányat léphet a kézilabdába egy lepattintás után? Vagy hányszor kell lepattintani, mielőtt tovább passz? Érted, hogy nézed, de alapvető szabály, nekem fogalmam nincs. Majd fütyül a bíró. Az igaz, jó, hát de még semmi vagyunk, persze. Szóljon a bíró, fogalmam nincs. Tudjátok, hogy van hát ez ezért a... ezért beszélgessünk olyan dolgokat, de ezért. Jó, nem, én csak kérdezem, hogy az ember szereti nézni. Kavarnák magunkat valamiben. Igen, tenészben nincs olyan, amit ne tudnék, de például kézilabda tök jó, de hogy ülök, nézem, fogalmam nincs, hogy mi történik. Ilyen például az amerikai foci, hát azt egyszer nekem valaki elmondja, hogy ott mi történik. Azon kívül, hogy ezek a nagy maszkos emberek egymás. Igen, az jól néz ki. Illetve vannak, akik nem szeretnék, ha nekik mennének. Igen, és ők elfutnak. Így ők elfutnak a labdával. Gyáván a labdával elfutnak. Vannak sportok, amik egészen nem alkalmasak arra, hogy megértsem. És még a krikett, azt hiszem. Igen, a krikett, a baseball, a curling, ezeket gyerekek, hogy egyszer nekem ezt valaki megmondja, és 10 percet rászállja, elmagyarázza, biztos rohagyja az amerikai foci. De nem 10 percet. Nem, már 3 percet van. Igen, sajnos ez nem. Ricsivel én egyházban laktam, a Faragó Ricsivel, alattunk lakott, mi összefutottunk, Ricsi folyosón mondta meg, 1 percet van. Miről szól? Hát figyelj, nem, Ricsi tudod, ha a hazai amerikai foci legnagyobb szaktekintélye. Tehát, hogy ő nála senki jobban nem tudja, közvetít is, most lesz ugye nem sokára a Super Bowl. Ricsi, hello, anyuka, jól van. 1 percet vagy álva. Hát figyelj, akkor szevasz. Hello, és bárhányszor tegyek, Ricsi, 1 percet van. Hát figyelj, ez nagyon bonyolult. Mondom, Ricsi, elment 10 másodperc. Mondd el a szabályokat, 50 másodperc. Nem tudtál mondani, mindig ott hagytam. Úgy ő már gyerekkorától kezdve, mi együtt nőttünk föl alatt, hát nem együtt nem barátkoztunk, csak ő már gyerekkorától kezdve és imádta. Hát egy tőle nem tudsz nem lehet barátkozni, mindig csak 1 percet használ. Én mindig 1 percet, Ricsi, 1 perc. Ne. De megkérdezte tőle, hogy 87-ben kipasszolta a legtöbb yardot, és ki volt az elfogó, ő megmondja nevét. Nem hiszed el. A csávó, ja, hát volt ideje, 10 éves kora óta meg. Figyelj, nem, de megmondom, hogy 63-as szezonban miért fújták le a, nem tudom, a New York Yankees meccsét, ő azt mondja, hogy berepült 2 veréb és 40 fok volt. És így ülsz, és nem hiszed el. Hát nem címizett vele senki a lépcsőházba, és csak mindig 1 percet adtál nekem, persze, hogy beleásta magát az amerikai foci. Jöttem, tudom, 1 perc, mondom, Ricsikém, nagyon jó, na ebből már elment 6, úgyhogy akkor miről szól az amerikai foci? Sose tudta elmondani. De biztos jó, csak valahogy ezeknek nincs türelme. Baseball, nem? Futnak körbe, elfoglalják. Állítólag olyan vastag a szabálykönyv, mint egy mit tudom én, egy kőszívű emberfiai. Tehát amit te felszínen értesz, az még mondjuk az 1/10. A baseball is. Azzal a bottal, nem? A bottal. Ennyi. Melyik a legbonyolultabb sport, szerintetek? Amit szerintem ember nem ért. Van olyan, ami a legbonyolultabb? Hát biztos. A kriketre azt mondják, hogy ezt ilyen napokig lehet játszani. Állítólag. És hogy az ott nagyon macerás. Igen, a kriket? Igen. De hát nem vagyok krikertben nagyon otthon. Izé. Igen. A lovas pólónál vacilálnék, mert ott ló is van, ember is, tehát az egy dupla töltet neki, de fogalmam nincs.
hogy mi a legbonyolultabb, nem tudom. Na mindegy. Egyébként olyan hosszú napon volt tegnap, én most úgy érzem, mint egy hétvégét nem találkoztunk volna. Uh-huh. Miket csináltál, titkos? Vagy akarsz róla beszélni? Vagy... Nem tudok tovább. Nagyon róla beszélni. Tanfolyamon voltam, csak nem tudom elmondani, milyen tanfolyamon. Nagyon izgalmas volt. Iskolában ültél. De nem olyan tanfolyam, jó. Tehát nem iskola, csak ilyen továbbképzés. Aha. De nagyon érdekes volt. És egész nap benne kellett ülni? Benn voltam, igen. Egyszeri alkalom, vagy többszöri? Többszöri. Kapsz a végén egy diplomát végre? Nem. Nem kapsz? Nem, ez a lelki fejlődésedet szolgálja. Aha. Az jó. Okosabb, ügyesebb, életebb ember leszel, de semmit. Aha. Kirúgnak a teremből, ezt mehetsz. Ennyi, köszönjük szépen. Köszönjük, hogy, megragadt. Igen, ha megragadt, ha nem. De nem ilyen padban ülős, hanem ilyen gyakorlatozós. Tökre örülök végre, hogy végre beváltod a régi álmodat, és kántor leszel. Mit csinált kántorra? Milyen óra volt? Annyit álmodoztál róla, és most végre. Gyerekek, előbb-utóbb el kellett kezdeni. Igen. Valaki ebben a pillanatban kapcsolódhatott be, a kérdés az Bali, mit szólsz Gyokhoz? Nagyon szívesen megválaszolom. Na, szóval az a lényeg a tegnapi Vavrinkás Fecsnek. Igen, gyerekek, jó van. Veletek mi volt tegnap? Kacsa Tibi rendben lement? Nem tudtam hallgatni, mert telefonáltam. Űrült jó volt? Barna volt? Fit volt? Pimasz volt? És igen? De ti is rápirítottatok azért kicsit? Helyes, meg is kapott? Jegyezte, hogy milyen jó visszajönni hozzánk, úgyhogy nagyon boldog volt. Remek témát hozott. Vagy nem? Nem volt rossz. Így van. Tehát, hogy ha valaki már régóta nem találkozta, akkor nyilván felértékeli. Az élményet, hogy kicsit izgalmasan. Úgyhogy ez nagyon, nagyon örültünk Tibornak. Na, úgyhogy nem mindegy ez van. Viszont ha már arról beszéltük, hogy mi ezért értünk, meg mi ez nem értünk, te ugye értesz a világjáráshoz, mi meg ugye kerékpározunk a Ferivel, a kettő együtt meg már valamennyi szakértelen. Japán fiatal embernek 5 éve járta ugye a világot a kis kerékpárjával, 17-én meglovasították ezt a kerékpárt bent egy kis hotel mellett. Ugye a fiatal ember volt olyan okos, ügyes, hogy egy ilyen húzal lakattal rögzítette a kerékpárját este, reggel meg már nem volt neki. És hol történt mindez? Magyarországon? Yes! Király! Igen, de ez régi sztori. Nem. Hát ezek ilyen újra és újra termelődő sztori, hogy volt már ilyen 2010-ben. Igen, volt, meg itt adták el. Akkor motorját adták el. Az motor volt, és az is japán volt egyébként. És a csávó eljött, letekert 8000-et, leállította valahol az Asztóriánál, bement enni egy dupla hambit, visszajött, ez nem volt bringa? Igen. Welcome home, my friend. Hát egy... Gyerekek, nem volt ráírva, hogy japán vagyok, és a világot járom. Igen, de még két japának valamit ellopják Budapesten, ezek nem jönnek ide többen. Hát biztos, szegény. Ez milyen? Tehát van egy szent célkitűzésed, 5 éve nyomod a bringát. Jártam egy csomó országban, ide elérkezel, megszállsz valahol. De hogy a fenében nem lopják el máshol? Hát azért más országban is lopnak bringát, mindig csak itt. Hát igazából most hír lett belőle, de tök igazad van, egyébként mindenhol, máshol is lopnak, és valószínűleg el is lophatták volna neki. Most valamiért itt. Hát, na, ez egy gyanús, hogy valaki körbejárja a földet motorra, itt lopják el a motort, valaki átteker Honoluluból, Honsú szigetéről, meg nem tudom, Hokkaidóról, itt lopják el a bringáját, a burger előtt az Asztóriánál. Nem, tehát azért valamit azért mutat ez az országról. Volt valakinek valamilyen afféle japán világutazókkal, és akkor most így szeretné visszafizetni. Ez nem a lopásról szól. Ez egy személyes. Bosszú, mi? Így van, ez a bosszú. Vagy a bálnavadászok miatt. Egyébként tényleg lehet, hogy... Hát ezek a hülye japók, hogy utálom ezeket. Ezek az eszközök már. Ezek megint mit csinálnak? A hülye állatok, de tényleg annyira egy szerencsétlen, egy teszetosza, egy idióta nép, én nem szeretem őket. Kik? A japánok. Teszetosza, idióta. Figyelj nekem, a barátom élt. Na mindenre szeme jut róluk, csak figyelj, nem hiszed el. Barátom élt 2 éve Tokióban, azt mondja, nem hiszed, hogy milyen sekhülyék. Képzeld el, hogy beállítják őket, hogy menjenek a mozgó lépcsőn, semmiféle egyéni gondolkodás, csak szervezetben gondolkodnak, senkinek nincs semmiféle önálló gondolata, teljesen buták, tehát rettenetesen irányított népség. Most mit csinálnak? Nekik van egy ilyen rituális delfinvágásuk, ezt olvastátok? Igen. Aha. 300 palackorút ezek a hülyék beterelnek valami öbölbe, ahol egy ideig ott nézegetik őket, hagyják őket vergődni, majd egy adott jelszóra, a Telihold delfin ünnepén lemészárolják ezt a 300 delfint. Igen, vérvörös a tenger, a bálnákat ölik, lemészárolják a delfineket, és ezt úgy minden évben megejtik, és akkor vagy király, hát minél több delfin agyon szúrsz. És akkor bemennek a vízbe, ami térdig ér, és tök vörös, és
És hiszen ők jól szórakoznak. Hát ez rettenetesen primitív. Tehát ez annyira primitív, hogy ezzel nem tudok mit csinálni. Én nem tudom, elfog ez egy népi hagyomány, meg hogy az isteneknek, meg nem tudom kinek. És beúsztatják őket valami öbölbe. Uh-huh. Ott már ugye hálóba akadnak, vergődnek, fuldokolnak, tehát hogy szörnyű az egész. Egyszer csak egy erre, bemegy 400 ilyen macsetás, és elkezdi lemészárolni. De miért nem egymást? Hát, mert érted? Az nem, azt büntetik. És lemészárolnak 400 delfin. Ez nem egy gyakorlatilag pont ugyanaz, mint a húsvét, kicsit több vérrel, érted? Mondanám, hogyha a másik oldalra kéne, nem lehet a másik oldalra állni értelemszerűen. Alapjában nincs különbség a között, hogy most tehenet, tyúkot vagy delfintörünk, és mi is megöljük a tyúkot. De hogy annak azért valamennyire van legalábbis minimális célja, értelme, meg valahogy a delfinről azt gondolom, hogy azért egy jóval intelligensebb állat. Nem, és nem, mi emberek nem tehetünk különbséget állat és állat között. Tyúk ugyanolyan állat, mint a delfin. De mégis, 300 tyúk. Meg a hogyannal van baj, hogy hogyan ölöd meg. Meg van célja és értelme, de ennek semmi nem lesz a delfinekben. Egy picit azért nem akarok belemenni, mert ez tényleg partalan lenne, de mondjuk a sertések a ritka intelligens jószágok aztán mégis általában mondjuk így bélbehúzva végzik. Viszont milyen finom. Igen, csak legalább azt tudom mondani, hogy van valami funkciója, hát van valami célja, van valami értelme, igen. Hogy a te szempontodból, az ő szempontjából nincsen? Az ő szempontjából semmi nincs, igen. De ha mondjuk ezt a 300 delfint, nem tudom, utána értelmesen feldolgoznák, valamit csinálnak, de ugye a delfin hús nem túl jó, nem túl izgalmas, nem olyan, mint a fókazsír, vagy nem olyan, mint a bálnazsír, vagy a bálna, nem csinálnak vele semmit. Ott maradnak a halott. De ezeket delfinek kiszedik, ugye, hogy nem fertőződjenek, kiszedik, aha, ezt nem tudom, levágják őket, és valami minimális részeket, aha, feldolgozzák. Hát ez céltalan. Hát a disznóból legalább utána, mit tudom én, középkorban levágtál egy disznót, vagy most falun, abból két család él egy évig. Hát a disznónak nem jó, de valahogy mégis van célja és értelme. De ennek a céltalan pusztításnak ennek mi? Vagy nem lehet különbséget tenni? Hát én szerintem nem nagyon. Mert a hobbi célú vadászatnak, ami nem arról van hát, szó, ami nem arról szól, hogy... Én gyűlölöm az összeset, aki kimegy Afrikába és befizet 1000 eurót, és kilő egy zsiráfot. Nem arról szól, hogy az ökoszisztémát fenntartsod, meg hogy szaporodjanak túl, meg hogy ne okozzanak kárt a vetésben, hanem csak arról szól, hogy odamész, és akkor ott ülsz, mit tudom, 3-4 órán keresztül jön soros egy állapot. Soros milliómosok, szörnyű. Hogy hívják, és azért valljuk őszintén, nyilván nem minden vadász mesterlövész, aki egyetlen lövéssel fájdalommentesen intézi el a vadat. Nyilván van mellett egy rendben. Hát a Harry Pesélte volt, nem ő, hanem meg kezismerős volt Afrikába, és a hülye orosz belelőtt a zsiráfba, és nem halt meg a zsiráf. Belelőtt még egyet, megír rosszul, tehát, és 8-at belelőtt, és mindig nem tudta megölni ezt a szerencsétlen zsiráfot, és ott röhögtek a többiek mögötte a kocsiba. Hogy te szerencsétlen, lőd már le! És a zsiráf 8-at kapott, mire lefeküdt. Uh-huh. Az összeset ki kéne írtani. De vagy tényleg. Ezek a szibériai medvevadászatok, amikor a téli álmot alvó medvét felzavarják, kiront a barlangból, a nyilván neki ez nem az az időszak, amikor egyébként fel kéne kelnie, azt se tudja, hogy hol van, aztán szembe a barlanggal lesben álló amerikai vadászok. Bátor amerikai vadászok, bátor amerikai vadászok. Igen, csak oké, megölnek egyet, de itt három, megölnének ők többet is. 300-400 állat, meg valahogy a disznónak a funkcionalitása más, én azt gondolom. Tehát, hogy más. Már, tehát hogy te már az elejétől kezdve tenyészted, tartod. Még ő egy élőlény. Élő de most ebben nem, hát nem, hát nem akarok belemenni, mert mindenki csináljon. Mert hogy hívják? Mert tényleg én tiszteletben tartom azt, hogyha valaki hús. Csak ha nem megyünk bele, akkor meg én beszélek. Mindig meghalt a másik oldal. Nekem tök jól elmondod, hogy figyelj, ugyanolyan, mint a disznó. Semmi értelme. És akkor én azon elgondolkozom. Azt gondolom, hogy japánok egyáltalán nem hülyék, nem primitívek, kifejezetten okos népségnek tartom őket, nem tartanák ott, ahol tartanak. Vannak bizonyos hagyományaik alapján. Ezt meg el kéne engedni. Igen, ezt el kéne engedni. Tehát a családfai írást a házi oltár tövében. De ugyanez igaz egyébként nem csak a japánokra, hanem akkor a Feröer-szigetekiekre, mert ők meg ugyanezt csinálják. Csak ottán bunkós bottal verik, tehát még egy fokkal. Én azt gondolom, hogy ami kiveri a biztosítékot, az a módszer, ahogy megölik a delfineket. Plusz, hogy a delfin nem... Szerintem aki ilyet csinál az ostoba. Igen, a delfin az agyadban nem élelmiszer, a delfin nem. Egy flipper az aranyos tévésorozatból, akivel játszol a vízben. Meg nem haszonán, de nem azért tereled be, nem azért tenyészted, nem nincs dolgod vele, nem? Ja, tulajdonképpen. Tehát, hogy a tyúk is, én értem, az is állat, persze, de hát valahogy a kettő intelligenciája, eszel, meg kisugárzása között azért nagy különbség van. Így is pusztítás, igen, is barbár, úgy is barbár, a disznó is barbár, de legalább célja is értelme. A szellemi fejlettség alapján nem lehet különbséget tenni, szerintem állat és állat között, mert ilyen alapon akkor tegyél különbséget az ember és ember között, és valaki intelligensebb, valaki meg kevésbé. Na pont tehát, azt tesszük. Értem. Ha sajnálod az állatokat, akkor ne egyél húst.
és akkor sokat használsz. A más, én azért gondolom, hogy más a sztori, mert az a sertés, amit levágunk, és gyönyörű kolbászokat és szalámikat készítünk belőle, és remegőhájú csülköt készítünk belőle, az azért létezik a világban, mert én akartam, hogy ő legyen. Uh-huh. Érted? És azért nevelődött fel, mert én etettem és a dolgot. És mi a helyzet például a homárokkal? Akik elégedetten csettintenek, amikor belobják őket a lobogó vízbe. Végre hazaértem. Így van, végre víz. Csak igen. A hőmérséklet nem jó. Igen, nem lehet, egy kicsit lejjebb vegyétek, ez most már nem vicces. Oda szól az egyik homár a másiknak. Jó ez a bugybarékolás, jó a jacuzzi, csak túl meleg. Jó ez a wellness hétvége a rohadt életben, de azért nem mondtátok, hogy ennyire forró lesz. Persze, szóval annak... Sok ilyen igazságtalan sztori van még. Igen, de nekem akkor is egy homár, az, persze, egy homár. Igen, az mert a delfinről mindig az jut az eszedbe, hogy milyen aranyos, milyen helyes, meg hogy együtt úszunk vele. De akkor például, amikor mondjuk látsz 3-4 delfint, akik azzal szórakoznak, hogy konkrétan halálra bögdösnek mondjuk egy fókát teljesen céltalan, aztán ott hagyják a halott testet, a vízben azt elúsznak vidáman. Tehát, hogy azért a delfinek ilyeket is. Akkor de az nem baj, azt csinálják. Az a természetes szelekció, állat mindig egy írtott állatot, a farkas megette a gyengébet, kiszutták a rosszabbat. Csak játszik vele. De játszik a jegesmedve és a fókát. Játszik. Ez az állat is állat között, az semmit akar, az ő birodalmuk, az engem egyáltalán nem zavar. Tehát attól egy állat nem rossz, mert most játszik, mint a karszárú delfin, meg játszik a delfinnel, meg földobálja a kis cápákat. Tehát ez az a farkas elrabol egy kutyakölyköt, játszik vele, tehát az állatvilágban benne van. De akkor egyék meg, tudod? Tehát azt mondom, hogy legalább akkor azt tudják mondani, hogy gyerekek, oké, lemészer, de utána megesszük, és akkor már azt mondod, hogy basszus, hát legalább valami értelme ennek az esztelen pusztításnak, de így végignéztem a képeket, láttátok? Uh-huh. Hát persze. Hát sok ilyen van. Na, nagyon kemény. Sajnos. Na mindegy. Szerintem ostobák. Nyilván mi is, tessék? Egy csomó mindenben meg nem ostobák, egy csomó mindent jól tudnak, például sushit nem tudsz olyan jót csinálni, mint ők. Ahogy az élelmiszer fronton maradjunk. Basszus, abban nagy előnyük van. Igen. Életemben egyet nem csináltam. Tehát egy igen. Látod? Igen. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Egy-egy az állás. Nagyon jó játékosunk volt tegnap, a Gardáról értekeztünk hosszasan, és Tihanyról, a Tihanyi félszigetről, és úgy beszélt hogy a játékos, hogy öröm volt hallgatni. Ennyi. Ennyi. Hétfőn meg te nyertél. Igen, akkor... Egy-egy. Akkor egy-egy, igen. Végigbeszélte. Ó, tényleg a tegnapi játékos ügyes volt, jó játszon. Igen. Egy-egy van tehát, jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, semmi nem dőlt még el, nyitott a hét, abszolút. Ami szerdán ritkaság, nem szokott ilyenkor már, vagy hát ilyenkor már végleg próbáljuk rendezni a sorainkat. Úgyhogy jöhetnek a jó játékosok, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Van egy baleset méghozzá a Baks csomópontnál. Csak nem tudom pontosan, a felüljáró előtt a hegyalja felé 3-as karambol, és alakul a dugó. Aha, tehát ahol el lehet menni, ugye, ha jobb kettő sávba sorolsz, akkor a Margit híd felé, ha a bal egybe, akkor mész föl ugye a felüljáróra. Ez befelé. Baks csomópont. Uh-huh. Mert a két jobb sáv az elkanyarodik tudod a bevásárlóközpont felé, és a bal oldalról lehet igen. Átmenni. Akkor biztos ott valaki sorolgatott egy picit, aztán... Ott van valami kis baleset, igen. M1 Tatabányán szakad a hó, Bálintos Kiki küldte ezt nekünk, ez ebben a pillanatban jött. És igen, hát ezek a legfrissebbek. Jó, egyelőre nincs más. Ez nem az, csak valaki érdeklődik a jegye iránt. Jó, oké, nincs több közlekedés, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello! Szia! Krisztián, hello Krisztián! Sziasztok, hello! Honnan hívsz minket, Krisztián? Szömörkényről. Honnan? Szömörkényről. Eszel? Szömörkény? Az. Szömörkény. Tömörkény. Tömörkény? Igen. Ja, aha. Mit csinálsz ott éppen? Útdokszolhat benneteket. Mi is. Egyébként ez egy kölcsönös életérzés, ami most eluralkodott rajtunk, mert hasonlóan gondoljuk ezt mi is, hogy elég rosszul hallunk. Mit, elbújtál, vagy nincs ott térerő, vagy mi a helyzet? Halló, Krisztián! Itt vagy, Krisztián. Itt vagyok, sziasztok. Na most aha. Jobban hallasz minket? Vonal. Tessék? Hogyan? Hogy? Ne, mert azt... Jó.
Okay. Volna. Dezni. Hogy? Valakit hívjunk, jó Anna? Ez nem annyira volt szerencsés, igen. Ez egy, az élvezeti faktorának a beszélgetésnek viszonylag alacsony lett volna, ha ezt így folytatjuk egészen még 4 percen keresztül, úgyhogy legyen valaki más. Igen, viszont a lukakba bárhova be tudtuk volna vágatni Annával az igent vagy a nemet. Oda simán. Sajnos ki van. Sajnos, ne haragudj. Krisztián, hallasz minket, ne haragudj. Van még a vonalas telefon intézménye? Rá kéne beszélni van. A hallgatók. Hát nyilván, hogy van. De... Rá kéne beszélni igen, őket. Hogy mindenki vegyem, aki játszani akar, vegyen egy előfizetést arra az egy napra. Én szerintem nem vettem fel vonalas telefon 10 éve. Haló tessék, nem tudom, sevessél akár, nincs is otthon, de hogy mi anyáméknál is. Nem is hallom csörögni már nagyon. És utcai telefon mikor használtatok utoljára? 1000 éve. Én tavaly egyszer, meg ki akartuk próbálni, hogy milyen az, nyilván hajnali. Jó órákban, ahogy mentünk hazafelé a srácokkal. Kis lakás cserére. És az is olyan volt, hogy dobott be a pénzt, nyeli, mint az állam. Nem érted, hogy ez hogy működött. Igen, na van egy másik játékosunk. Hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Ferkó vagyok. Na hát ez mindjárt jobb. Hello, Ferkó, mi újság, honnan hívsz? Éppen leállok egy autópályapihenőn. Autópályapihenőn. Hallottam a rádióban, hogy én lettem a szerencsés, aki játszott veletek, úgyhogy... Aha, király! Na most mi van? Van elég benne. Ezt nem hiszem el. Csináljuk azt, de hogy... ha poén volt, nagy poén. Azt mondja, nem megy ez most nekünk. Jó, nem baj, van még játékra jelentkező. Vagy ő is jöhet újra, mert jó volt a vonal. Vagy legyek én a Ferkó, eljátszom, és akkor játszunk egy végül is Ferkó vagy. Az. Akkor Ferkó. Nagyon nem is kell játszani. Na? És akkor te veled jár. Biztos téged hívott volna ki Ferkó, akkor játszunk egyet. Na várjál, még egy próbát teszünk. Na hello! Itt vagy? Itt vagyok, igen. Na mi van? Hallak titeket. Megszakadtunk? Megszakadtunk, én nem nyomtam ki a telefont, lehet, hogy itt a térerőján szólozik itt a dolgokkal, de mindjárt félreállok egy pihenőhelyen is. Uh-huh. Jó, addig mondd, hogy kivel szeretnél játszani. Hát János nem játszott még, úgy tudom a héten. Én már játszottam. Nem játszottál. Akkor nem játszottál. Balázs játszott meg. Kette játszottunk. Jó, volt. Ez nem jön. Igen. Feri játszott tegnap, én pedig tegnap előtt játszottam. Jó. Úgyhogy Jani a játékszűz még. Jó. Jó. Okay. Mehetünk? Okay. Persze, menjünk. Na, menjünk akkor, jó? 3, 2, 1, és tessék. Ferkó, szeretnél kérdezni? Kérdezhetek, János. Kérdezz, akkor nyugodtan. Borsod megyébe szoktál túrázgatni? Sokat. Szeretem nagyon. Szeretem. Te Borsod megyé vagy? Borsod megyei vagyok. Konkrétan hova valósi? Miskolc. Miskolci vagy? Miskolc. Tőzsgyökeres? Tőzsgyökeres. Miskolci Diósgyőri. Hú, a kedvenc városrészem. Nyilván neked is. Nagyon szépen épül a város, voltál már? Persze. Többször is. Van ott egy nagyon jó kis cukrászda. Igen. A vár. Azaz. Elefér a B meg is. Ahogy mész be a várhoz, jobb kéz felől. Jó, elég, vége a játék. Igen, gratulálok, ez nem jött be. Felkokám, ezt bedurantottad, igen. Látod? Ott azért nem is értem, hogy arcoskodni akarok, csak próbálkoztam. De szerényen tettem. Első játék, úgyhogy... Nincs ezzel baj, igen, csak hát ott volt egy... Igen. Jó volt az irány, mert vár meg cukrászda, ugye tudjuk, hogy ott ilyen elhomályosuló szemekkel tudott csatangolni, de hát sajnos ez most nem sikerült. Eleinte nem örültem, de aztán nagyon. Igen. Hát így alakult. Felkókám, köszi a játékot. Én köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello. Szia. Hello. Igen, szép volt. Jó van, így tehát akkor 2-1. Így van. 2-1. Jó van, 2-1-re vezetünk. 3 perc van pontosan, 7 óra, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pés Csabán, havas eső esik, Gyula a szállító küldte nekünk. A Nagykörösi út, Nagybani piacnál 2 autó csúnyán találkozott, még nincs dugó, de várható, ezt Hentes üzente. Aztán az M3-ason, Budapest felé a 133-as kilométernél van egy baleset, egy sáv még járható, de tele van törmelékkel, elküldte ezt nekünk Betty, és ugyanezt Enikő is, rendőrt most hívnak ebben a pillanatban. Ez tehát az M3-ason a 132-es kilométernél Budapest felé történt, ott előbb-utóbb kell egy kis fennakadásra számítani. Tegnap olvastam egy cikket, írja egy hallgató, a neten, hogy mikor lesz, vagy lehet a világ vége. A végén volt szavazás, hogy mitől lehetőségek. A. Atomrobbanás, B. meteorit, C. környezetszennyezés, D. egyéb, E. Hajdu Péter. Hajdu kapta a legtöbb szavazatot. Szép napot írja Zolika. Imádom ezeket a szavazásokat, az Index csinál ilyen teljesen lehetetlen dolgokat. A verzió, B verzió, a C az totál fals, teljesen értelmetlen, de nagyon szellemes.
És a D az még idiótebb. Nagyon jó. Nagyon rendben van. Jó reggelt, Bali, Murray vagy Federer? Kérdezi valaki. Én megmerném tenni Rogert jelen pillanatban, legalábbis amit a Tsonga ellen mutatott biztos. Kérdezik sok, hogy jár Nadal? Hát brékelte Dimitrovot, úgyhogy a második szedben. Hogy áll Nadal? Hogy áll Nadal? Igen, a harmadik szedben. Nadal, te mindenem. Igen, ha van még rosszabb. Igen. 3-2-re vezet a harmadik szedben, ráadásul lebrékelte Dimitrovot, tehát ez a szed valószínű elment, úgyhogy hát... Hát de azért nem az rossz az a Dimitrov, de sanszos, hogy a Nadal. Érted, azért, hogyha végén ő áll jobban, akkor még nyerhet, nem? Hát igen. Érzem én. Ahogy hallod, azért ott a szakértelem megint, mint egy buzgár úgy tört fel. Megvan, jöttök, de bármi lehet. Az a teniszben ez a jó, hogy megnyersz 2 darab szettet, ő is nyer 2-t, és 4,5 óra után előről kezdődik minden. Mutass még egy sportot, 4,5 óra után nem dől el az eredmény. Hát nincs ilyen. Tehát, hát... 5 óra után még ott állsz, és nulláról indulsz egyenlő esélye. És úgy, hogy lehet, hogy kikapta 6-0 lett az első 2 szet, és még onnan is visszajöhetsz. Tehát, hogy ezért egy szép dolog ez. Viszont, na, még egy kis dolgot azért, hagyd mondjak el ezzel a japán kerékpárossal kapcsolatban, akinek megfújták a bicikliét, hogy azért van egy nagyon pozitív kicsengése is ennek az ügynek, ami egyébként a 2010-es japán utazós motorlopás esetében is megvolt, hogy rögtön voltak olyanok, magyar állampolgárok természetesen, honfitársaink, akik 2010-ben motort ajánlottak föl a srácnak ingyen és bérmentve, azért, hogy folytatassa az útját, és most is egyébként a srácnak szintén gyűjtést szerveztek, de kerékpárt ajánlottak föl, meg stb. Ő egyébként nem azért akarja visszakapni ezt a kerékpárt, mert hogy annyira drága lenne, csak hát 5 éven hát keresztül tekert rajta, és érzelmileg kötődik hozzá. Szóval azért ezt is mindenképpen el kell mondani, mielőtt azt mondjuk, hogy na, Magyarországon mindent ellopnak a külföldiektől. Igen, lehet, előfordulhat, de ez máshol is előfordulhat, és pótolják. Hát nem tudom, mennyire lennék kisegítve, ezt a szép gesztus persze, de hogy most 5 évig tekerek egy bringával, ismerem, hát, szeretem, megjárt, tehát ezeknek az embereknek ez olyan, mint egy utitárs. Tehát, hogy akik tényleg így közlekednek, azok ilyen El Caminón vannak tényleg. Tehát egy zarándok hát út, igen. Az, amit a legjobb barátod tűnnel, vagy a feleséged. Most jön ott valaki, és azt mondja, hogy figyelj, itt van a Montim, hát szóval, hogy azért nem vagy vele kisegítve. De hagyj, a gesztus szép, de hát igen, szóval azért fura, hogy minden mindig itt tűnik el. 5 év zarándok után motor, 6 év zarándok után egy bringa, tehát hogy? Milyen ország? Jó, de hagyj, merítsek a spirituális énedből. Na. Nem szabad, hogy ennyire kötődjön az ember tárgyakhoz. Hát, amikor 5 évet tekelsz, és ki vagy szolgáltatva, és ott a kis bringát bevisz egyik városról a másikba, 4000 kilométer után, ott azért lehet kötődés, szerintem. Ott megérdemli a tárgy is a kötődés. Mivel egy ilyen speckó bringáról van szó, aminek még egyébként a típusát is tudjuk, vagy típusszámát is tudjuk, ott szerintem az lenne jó, hogyha mondjuk a cégnek a hazai importőre felajánlom egy tök ugyanolyan biciklit, vagy ilyesmi. Fél, szerintem országi más szempontjám az, hogy felajánlottak, hulla mindegy. Tudod miért? Mert mindenhol ez jön le. Brad ide jön, ellopják a fényképezőgépét, itt forgatod. Jön a csávó, 5 éve motorozik, ellopják a motorját. Jön a japó, tekert 8000 kilométert a kis nem tudom milyen tacskóján, érted? Leállt enni egy sajtos hambit a Móriczon, kijött, ellopták a bringát, annyira prostó. És ez pont ugyanolyan, mint a sajtóhelyre igazítás, hogy az majd az 50. oldalon egy ekkora kis keretben megjelenik, hogy és egyébként valaki felajánlott egy bringát. Igen, tehát mit olvasol el, hogy megint Magyarországon tűnt el az 5 éve úton lévő japán bringája. 2 évvel ezelőtt a 8 éve motorozó, nem tudom, szolid motorosok klubba tartozó kínai zarándok, aki a nagyapja hambait akarta visszacsempészni, nem tudom, valahol, hol lopták-e, az a sztori. Érted? Tehát annyira kellemetlen. Brad ide jön, csinál egy fotósorozatot Angelina filmjéről. Mi történik? Ellopják a fotószettjét a forgatáson. Valaki a magyarok közül valószínű. Tehát nyilván nem az amerikai stábtagok lopták. Tudod, tehát ez ilyen kellemetlen. Egyiptomban meg tapperolják a feleséget, Indiában meg megerőszakolják. Jó, igen, minden, persze. Akkor hát, meg. Na jó, de az India, nem ott Az sem, igen. De gyerekek, hát van valaki, aki tud nekünk tanácsot adni. Norbi, szerinted mit csináljunk? Hogy mit csináljon az a japán turista? Egy batyút. Hát egyébként igen. Mondjuk szerintem. De mit csináljon, Norbi? Egy batyút. Egy batyút. Nagy baj nem el. Egyéb vagyunk. Egyéb batyút. Hát te megvan oda még. Bárli. Egy nagyon helyes cikket olvastam.
hogy lázadás tört ki egy Ryanair gépen, hogy erről azért kettő mondatot beszéljünk, mielőtt itt belevágunk a témába, hogy hogy a fenébe tör ki egy gépen lázadás. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy afrikai járaton valahol Közép-Afrikából. Na megint ezek a sztereotípiák. Dél-Szudánba készült lerepülni, vagy Csádba lerepülni egy gép, hanem ez a légi forradalom, ez francia földön történt, ahol az utasok átvették az irányítást a stewardessek felett, túlszulejtették a gép személyzetét, és megdésmálták az út az italokat, meg az ételeket. Mi nem volt náluk apró euróba, hogy tudjanak venni szendvicset? Nem, Marokkóból Párizsba tartott a gép, és rosszul lett egy utas, ezért kényszerpihenőt iktattak be Madridba, majd a gép az éjszaka kellős közepén Madridból felszállt, hogy folytassa az utat, csak nem az eredeti úti célba mentek Párizsba, mert hogy oda éjszaka nem lehetett berepülni, hanem egy másik városba mentek, és hát ott viszont már kiderült, hogy ez nem tetszett nekik, amikor leszálltak, nem tudták, hogy meddig fognak állni, nem tudták, hogy mikor érnek oda Párizsba, 150 ember föllázott, megkötözték a stewardessek, azt túlszul ejtették őket. Hogy ez így hogy ülsz a családoddal egy gépen, és egyszer csak azt látod, hogy lázadnak a gépen, és kiköti magát az egyik utas, felkiált, hogy uraim, ne tűrjük ezt tovább. Hogy indul el egy ilyen? Vagy volt egy nagyobb csoport? Teljesen hétköznapi francia utasok, 170-en döntöttek úgy, hogy nem hagyják el a repülőt. Mert hogy fáradtak voltak, idegesek, és attól tartottak, hogy nekik kell megoldani az ottalvást. Mondták, hogy no way, sehova nem megyünk. És éhesek vagyunk. Éhesek vagyunk, túlszulejtették a személyzetet, és egy részük megdésmált az alkoholt, a cigarettát, és a parfümkészletet. Ők nem bockodnak. Nagyon jó sztori. Na, a parfümkészletet miért? Igen, te azt hiszem, hogy franciák. Ja, az igaz. Hát, bocsánat, megérted. Figyelj, de most gondold el, tehát kicsit próbáljunk belehelyezkedni ebbe az élethelyzetbe. Ott ülsz mondjuk a te feleségeddel. Látod, hogy 140 ember hordamódra elkezd orjöngeni, átmászik. Nem mondd, hogy nem. Nem mondd, hogy ott ülsz, és nem állsz föl, és valamit hát nem kezded. Én biztos, hogy én velük együtt felálltam volna, és együtt ültettem volna velük teli torog, vagy előre ország népe, harcom a diadal, vár hifazát. Gondold, egy kicsit megpihensz így a gépen, elbóbiskolsz, tudod, hogy leesik a fejed, fölébredsz, megbököd a feleséget kicsi modért, és azt látod, hogy 170 ember mászik át egymáson. Anarchia. Igen, anarchia, és fújkálja magát párfümökkel. Nem mond. Jó, az éhes nem vagyok. Nem mondd, hogy nem mész a gyerekek, egyszer élünk, mondod, a gyerekek, menjünk mi is, nem? Hát most nem fognak előállítani 170 embert. De azt mondod, hogy anya, fúj már magadra egy kis Gucci-t, mert erre nekünk nem, hát telik, azt látod, hogy kiborult a Duty Free. Gucci-t a franciá. Nem gondolom, azt kidobálják a gép. Ugye, ott van ez, amit így végig tolnak, ez a vámmentes. Ezt ott látod fölborulni, leesik két, nem tudom, Donna Karen, egy Dior parfüm, meg egy Chanel. Nem mondd, hogy nem rabolsz rá egyre, miközben épp tapossák ott a tortillát tapossák, meg egy Stewie az életéért küzd. Kicsit lehajolsz. Megszimatolod, jó, hát én a feleségednek. Kicsit, én vagyok biztos, kicsit. Nem, viszont a 25%-os almalévből töltem. Őrületed, és ilyenkor a kapitány vagyok, mit csinál? Hát megkötözve állt a kabinba. De várj, a kapitány, az nem tudsz bejutni. Tehát a kapitány bezárkózik, vagy kijön és szolidarit a Stewie-kkal, és meg vagy bentről gyáva módon megpróbálja ugye jobb belátása bírni a 170 őrjöngő hordát. A kapitány bezárkózik a pilóta fülkébe, a maradék Yves Saint Laurent-nel. Szétlocsolja. Azt írja egy utas magáról, hogy azt mondta, hogy nem vagyok túlszejtő, se fosztogató, fáradtak voltunk, idegesek, és rosszul kezelték a szituációt, éhesen, szomjasan, a sorsunkról semmilyen információt nem tudva, a legszélsőségesebb pletykák áldozataival váltak, és ezért indult el a lázadás, egyébként 7 órát töltöttek el bezárva, 2,5 óra helyett, és azt mondta, hogy kicsit kártalanítottuk magunkat, ne haragudjanak. Szóval korrekt szerintem. Most én már mikor ment minket meg valaki? Hát figyelj, gondold el, 7,5 órát ülsz, csak a leszállás, míg odaértél, az legalább 2 óra, plusz a Ryanair, ugye mi történik, fapados, tehát mi van, te pénzért tudsz kaját venni. Nem viszel föl ételt, nem viszel föl italt, ott van mondjuk egy gyerek, és 9 órája a gyerek nem evett semmit, mert egy 2 órás útra készültél. 9 óra után te is beszállsz a lázadásba. És azt mondod, na jó, kisfiam, apád elment harcolni, mindjárt jövök. Aha. Ha nem jövök, egy bagettel negyere után, és beveted magad a sűrjébe. Nem mondd, hogy nem mennétek igen, el. Igen, egy bagettel, hogy egy Christian Dior-ra. Aki gyerekkel utazott, az tudja. Tehát ott, hát éhes igen. A gyerek, ott egy óra alatt parasztgyalázat van. Felnőttként is 9 órát nem lehet kibírni. Tehát, de ott még valahogy magadat viszett. Igen. Hát ugyanakkor azért gondoljunk bele, hogy hány call center-en sem lázadhatna fel minden nap, aki 8 órát dolgozik, fél óra ebédszünettel, nem? Na jó, de hát
ott tudod, hogy annyira mész be. Na de várjál, más a sztori. Hát ott közben azért egy vizet bevihetsz inni, meg ilyenek. Meg itt 2 óra alatt kellett volna Párizsba érned. 9,5 óra alatt még csak egy repülőtéren álltak, ahol ki akarták szedni őket a gépből, és azt mondták, hogy itt aludjanak, és majd reggel jön értük valaki. Tehát azért az más, mint amikor bemész a munkahelyedre, és 7 óra után tudod, hogy lejár a műszak. Mondjuk 2 gyerekkel ott ülsz a Párizsba tartó járaton. Nem biztos volt ott is egy hangadó. Szerintem ez ilyen kollektív tudat, tehát csak ez így elindul. Volt egy hangadó, aki mellébe ült egy egykori vadász repülőpilóta, és mesélt az élet a tragédiájára, mint az Airplane-be előbb-utóbb megunta. Igen, fölrobbantottam. Nem, én ezt úgy képzelem, hogy áll a gép. Egyszer csak az emberek elkezdenek kiabálni, fütyülni, tapsolni, tehát valami ilyesmi lehet ennek a dinamikája. Egy nagyobb darab fölpattan, hogy ő előre megy, valaki felbátorodik, elkezdi követni, ha ő megy, megyek én is. És onnantól kezdve egy pillanat alatt kitör az anarchia. Tehát ezt így nem is tudod irányítani. Csak azt látod már, visszajön, hogy két jól lakva illatosan. Egy 3-3-as sörrel a kezében. Igen, hát ahogy írják arra. Az egyik Stuart ezt kísérve a derekára fog. Igen, az a Brednek a World War Z-jében volt ez a film, ugye a gépen, amikor a zombik megtámadják a gépet, és Bred alszik, elszúnyoká, hátra néz, és azt látja, hogy ott azért van némi hiba százalék a napban. A srácoknak ott már egymást teszik, elhúzza a függönyt, és akkor bedobja a gránátot. Hogy ez nagyon kemény most. Tényleg kapitány, mi van? Hogy oldod meg? De ugye be tud zárkozni, hozzád nem jutnak be. Segítséget kérsz a reptérről? Hát túlszul ejtik a stewardessedet. Az egy nagyon komoly érve az utasok részéről, hogy kapitány, jó, befújjuk, de. Nem tudom milyen parfüm, mert ha nem enged Feri, be. Feri, most érted, minden valamire való kapitánynak már megvoltak a stewardessei, most minek aggódjon miatta, érted? El lehet engedni, mi? De akkor már tényleg, ha okos vagyok a stewardessekkel, együtt záratod be magadat, vagy zárkozol be. Lányok, van egy hét óránk. Kajapia párfümök, és azt jóvá teszek. Na most ennél rosszabb kell. És meg is kötözték a csajokat? Az a csuvikat elkapták, igen. Nem, de ők még egészen jól jártak, mert ha tényleg ez egy afrikai járat. Csak a teste meg kellett oké. Most gyalázzatok meg. Igen, most engem. Igen, hogy ez egy indiai járat. Most hasra fordulok. Igen, ez a szörnyű dolgok történik. A csuvikat konkrétan megkötözték. Tehát a csuvikat túlszul ejtették. Arról nem szól a hír, hogy megrohamozták-e a kapitányi fülkét, de nem, az nem történt meg. Ott még 2 óráig ment a csetepató, és aztán azt hiszem felszálltak, vagy hoztak kaját neki, szállodáztatták őket, és akkor Ryanair úgy döntött, hogy akkor jobb akkor őket hazavinni. Igen. Há, hihetetlen. De náluk is van ilyen szabályzat, nem? Hogyha nem érsz oda időben, akkor kell adni szállást, étkezést. De nekik volt a konkrét céljaik, vagy ők is csak a túrorúdi automatára mentek rá, mint az MTV ostromát. Haza akartak menni. Töké, és elolvasod a cikket, és utána ott van Burgasz, már 8990 forinttal. Látogasson el a nem tudom másik honlapra, és foglalja repüljegyét ma. Egyébként lehet, hogy valójában ettől lázadtak fel. Hogy? Különböző utazási ajánlatokkal bombázták őket a projektoron keresztül, ezen a 7 órán keresztül, amíg lent kellett állniuk. Érted? És akkor közben nézzenek meg néhány közvetlen ajánlatot. Vagy nem sokára a nyomatárakon indul egy út Marokkóba, és amikor ezt már 4 órán keresztül nézegeted, igen. Étlen szomjan, persze, hogy fellázott. Na mindegy. Egyszer annyira benne lennék egy ilyenben. Nekem jó egy trolibusz átvétel is, vagy bármi. Tehát, hogy nekem tök mindegy. De egy ilyen anarchiába így becsöppenni, nem? Jó, amikor, a trolin? Vagy egy héven egy ilyen finom lincselés. Jó, a trolin vagy a héven hogy indítanád meg az eseményt? Amikor lerobban a troli. Igen? És nem nyílik az ajtó. És nem nyílik az ajtó. Felé nincs helyismerete. Jó, hát csak bedobtam, hát de képzelő ereje van. Hátra menne. A troli nagyon bizonytalanul mozognék. Nyissál ki! A Balázs a vezető elől, jó? Igen, tehát nagy bajba lennék, hogy hol a vezető egyet? Mit rabolsz el a szokorrádiót? Na ez az. Föltéped a bőrfoteleket, igen. A bőrfoteleket. Mi bőr, vagy mi utaztok ki ott a trolin? Hát mikor, mint. Az műbőr? Nem tudom. Hát, de nekünk vagy műanyag szokott lenni, vagy pedig olyan kárpít, ami mit tudom én, ilyen düftin, plüss, igen, mit tudom én, micsoda. Fotelnek is erős túrzás nevezni azokat. Előre mész, és a sofőrtől elkéred a maradék jegyeket. Ott max annyit tudsz kiszedni. Igen. Ha vannál, árusítanak? Már buszon lehet venni trolin? Hát nálunk nem. Aha. A bieinken nem. Lehet, a volánbuszokon nyilván. Ott van. Úgyhogy inkább menj rá arra. Ott van szajri. Nagyobb a kézpénz. Mit tudott volna csinálni a kapitány? Elindulni például, nem? Az egy jó megoldás. Akkor azért csak lekötöd magad. Időnként gyorsít, és akkor mindenki hátra zuhan. Csak
jönne a reptéren. Azért addig csak, mert ők persze kajálnak. Tehát azt ne gondolt, hogy ők 9 óráig nem esznek. Tehát nekik azért tele van a pocakjuk. Mármint a pilótákra? A persze. Ja, és akkor ingadjunk, megnyújtatja őket. Elnézést. Antarat jó. Hát jó, még ígyetem el a hordokból a kutyafáját. Örüljük meg nyugalmunkat. Ahogy befejezem ezt a szendvicset, már indulunk is. Nyom, lassabban, baby. Ja, Istenem. Na jó van, oké. Nem akarok erről többet beszélni, csak ez ilyen helyes hír volt. Részese lennék egy ilyennek komolyan. Ha valaki azért, hogy lejátszották nekik a Spartacus, valószínűleg igen, de hogy nem kevésszer egymástól, és akkor még megnézték kétszer a Ben Hurt, meg egyszer az Elfújta a szelet, illetve a Titanicot 4. De a Spartacus, tudod, azért, mert annak megvan a dinamikája, ott valaki, nézd már, ezek lázadnak, tökéletes. Igen, jaj, is hallod, komszi komszá, menj már. Komszi komszá, fötvozső. Fötvozső, komszi komszá. Kamja, menj már előre, mi is. Uno baguette, por favor. Mondták az alaszok, de őrejük senki nem hallgatott. Mert a franciák voltak többségben, igen. Itt van egy hallgatónk, aki már volt lázadós gépen. Lali, hello! Hello, sziasztok! Neked az apósodék már lázadtak fel járaton? Igen, ezt ő mesélte, mert hát nagyon zaktak voltam, amikor az őrtek, és hát melyik a hideg is kirázott, és azért gondoltam, hogy elmesélem. Nekik az történt, hogy Rióból jöttek volna hazát Londonba, és elindult a gép, és a kifutó pálya végén, amikor emelkedett volna, akkor a gép visszaállt, és leállt a motor. Aha. Visszahúzták őket a kifutó pálya elejére, jöttek a szerelők, másfél-két órát szerelgették, és utána újra elindultak. És ugyanaz történt, elindult a gép, a kifutó pálya végén megint megállt. Megint visszahúzták őket, megint jöttek a szerelők. Lebontották ott a motort, stb. Szerelték meg egy másfél órát, amikor apósan felállt, és szólt a feleségének, hogy na... Akció! Szedjél össze a cuccorasszony, én ezzel a géppel már sehol nem fogok menni. Na most lettel a tehát apósod volt a felbújtod, nagyon jó. Igen, egyébként ilyen alkat. A magyar vircsat elindult, akkor, nagyon jó. Jöttek a tulajdonosok, hogy ó, nyugodjon meg, mert most már rendben van, most már fel fogom szállni. Szólt nekik, hogy hölgyen nyissak az ajtót, mi ezzel a géppel sehol nem fog menni. És akkor ugye, hát jöttek a többiek is szólni, hogy hát nyugodjon már meg, hát nincs semmi baj. Amikor már ugye, mert ez egy ilyen céges bulin volt, a többiek is találták, hogy na azon a, ők se akarnak ezzel a géppel, és akkor jött ilyen szöveg, hogy ugye nyissák ki, meg kirúgják az ajtót. De ezt is apósod akarta kirúgni az ajtót? Nagyon igen, tetszik. Igen, hát el is hittem róla, mert egyébként ilyen azt mondta, az ő életével harmadjára nem fog meg kísérni. És mindezt gondolom magyarul, mit tudom én, az angol szjuárdet, tehát az, hogy nyisd ki, meg kirúgom az ajtót. Tehát nagyjából ez ezzel a vírcsaptal, nem? Valahogy úgy volt, hogy lefordították nekik, hogy mit akarnak. Tehát, hogy le akarnak szára a gépről. Ungáris, nyisd ki, meg kirúgom az ajtót. Nagyon jó. Mi történt aztán? Végül is szóltak ugye a pilótáknak, hogy mi történt, mert akkor már 80-16 találtak, szedték a cuccokat, hogy na ők csak fognak ezzel a géppel menni. Mert hát eltelt 4-5 orosz, és még mindig csak szerelgették. És végül is megengedték nekik, hogy leszálljanak, és másnap egy másik géppel jöttek haza. Igen, ez ugye, a gép még akkor is ott áll. Igen, az ajtókinyitás az azért érdekes, mert ha nincs rátolva folyosó vagy lépcső, azt az ajtót nyitogathatod, azért onnan egy nagyobbat kell ugrani. Tehát azért mama kezét, ha megfogod, mire leugrasz. Csak ugye már olyan ideges volt, hogy már nem tudott itt mondani, hogy engedjék el a gépről, mert ő ezzel nem fog fel. Tehát oda tolatni kell egy lépcsőt vagy egy folyosót, ami azért nem megy flottul a reptéren. Azért azt tudjuk, az nem úgy, hogy kérek egy lépcsőt, jó, már jövünk is, tehát ez picit bonyolultabb azért ott a hierarchia. Azért egy Rio Londont úgy leutazni, hogy kétszer a gépen halt. Az idegesség miatt volt ilyen, már akkor dühös volt nagyon. Igen, és akkor végül leszálltak. Nyílik az ajtó, mennyi, mama! Na, kicsit lökök is, haladjunk már! Kilökte volna simán egyébként. Mama előre, parancsoljon. Igen. És akkor végül hoztak lépcsőt, és leszálltak. Aha. Leszálltak, igen, és másnap egy másik géppel jöttek haza. És az a gép még a másnap ugyanott állt, mert még akkor is ott biztos. Lehet, hogy addigra már visszajött valahonnan. Már megcsinálták. Lali, köszi, hogy elmesélted, csáó. Nincs, sziasztok. Hello. Egyébként írja egy hallgató, és tök jogos az észrevétel, hogy ilyenkor hogy nem az az első, hogy kitolják a kaját. Tehát mit veszít a Ryanair ezzel, vagy a Wizzair, vagy bárki? 6 bagettet, 4 szendvicset, uh-huh. meg 16 almalevet, ami bekerül mondjuk 300 dollárba. Tessék? Ott nincs. De nem az, hogy gyerekek, bocsánat, jó, itt van, na akkor ingyen kaja. Vagy az Csuvi nem mer dönteni? Hát a pilóta a főnök. Ő mondhatja azt, hogy na jó, itt van, nem? Most akkor mindenki kaja, most akkor kevesebb lesz a Ryanairnek 8 darab szendvicssel, meg 4 almalével, viszont nem? Viszont mindenki nyugodt lesz, és nem akarják megverni a teljes személyzetet. Igen.
Azt kérdezi valaki, hogy azt kell mondani a gyereknek, mit hozzak gyerekek, ludat, kacsát, vagy kakast? Ha elindulsz, elindulsz a lázadásba. Bali, te töketlen vagy, még 10 000 sem mertél leülni, ne röhögtes, lázadó, persze, írja egy hallgató. Nem más, itt azért a csoport dinamika jobban hat, nem? Tehát itt bátran vagy, mert itt még örjök veled 100 embert. Tehát egyedül bemenni egy börtönbe azért az egy kicsit, kicsit más. Ráillel biztos odaszóltak az írközpontból, hogy a sós mogyorot végig. Ne adjátok a bagettet! Ültem én is 3-4 órát egy gépen, pont Párizsban nem szórakoztató, tehát meleged van, nem tudsz mit csinálni, nem adnak információt, és se föl, lassan telnek ám a percek. Bizony. Tehát amikor azt mondják, hogy kicsit szereljük a gépet, bemond valamit angolul, alig beszél angolul, nem nagyon érted, és utána egy 4 órára eltűnik a szúvi, és senki, és ott tűz hülyén. És szót nem szól. És senki. Urai, még egy óra, hölgyém. Csak az, hogy elindul a motor, leáll, elindul a motor, leáll, és utána szálljál föl ezzel a repülővel, nem jó a lélektanos. Jó, de te szólsz, nem? Hogy? Olyan hőzöngös típus vagy. 4 perce itt ülünk! Uram, azért 4 perc, mert még tart a beszállás egyébként, és még 20 perc van a felszállásig. Nem csinálok ilyet, nem vagyok. Ha megindul a tömeg, akkor megyek én is, de elsőként azért nem kezdek. Tehát érzel, hogy oda megyek és kirúgom az ajtót, ehhez én puha vagyok, bevallom félre. Válasszunk vezért, és magadra gondoltál. Válasszunk vezért, ha jó, hát nem leszek én. Legyen így. Na jó van. Óven bácsira és Berunin le lehet jelentkezni. Jó, SMS számunkat mindenki ismeri. 7:30 pontosan jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, drága hallgatók. Tessék jól fölöltözni, mert hideg van. Ez az ígérgetett hideg megérkezett. Itt van 3-4 fok egyre hűlő idő, jeges északi szél, medvék, persze, farkasok. Eszkimó hordák. És ki tudja még mi van a ködben. Igen, lázadó eszkimó hordák, és ki tudja még mi történik. Aki nem akarja tudni, hogy mi van a tenisszel, az most ne figyeljem. Az most semmilyen műsort ne hallgassam. Mit adott vissza a Nadal? Nem hiszem el. Labdán. Ezt nézzétek ezt. Azt a mindenségét. Át kutya szalé. A Dimitrov a lába között, a Nadal megpróbálja átemelni. Rövidítés. A Dimitrov van a Nadal lába között. Rövidítés, gyerekek. Tiebreak. Azt nézd meg. Tiebreak, de hát ez Ausztráliában van, nem? Tiebreak, minibreak van, lebreakelte tiebreaken belül. Mi a minibreak, Feri? A minibreak, amikor egy kis helikoptert csinálsz a földön. Kiskorok táncolnak Bronxban. Tiebreaken belül van egy minibreak, igen. Jaj, gyerekek, nem lesz ez így jó? Hát nem, a Nadal nem hagyja magát a Dimitrov ellen, ami azt jelenti, hogy Rogernek még akkor Nadal. Hát, ha még beszélsz róla, biztos, hogy nem lesz jó. Jó, azért ez egy szép labdamenet volt, tehát a láb között, amit Dimitrov visszadott. Ez az. Jani ül háttal a tévének. És én is legalább még egy valaki, aki szeretne tenni, ez nem baj. Döntő? Mert szerintem vasárnap. Na jó van, mert hogy akkor még hétfőn hallottok róla egy pár szót, és akkor kettő meg tényleg jön a pötank. Gyerekek, én mindig azt mondom, ez a műsor azért jó, mert három személyiségére épül. Ha most mit tudom, egy kettlebell világbajnokság lenne, valószínűleg azt néznénk, mindig nem? Mindig behozza a kettlebell világbajnokságot tényleg. Ha sonkavágás verseny lenne most valahol a Paprika TV, nyilván odalapoznánk. Hát most kicsit bírjátok elviselni a teniszt. Hát a hétfőtől majd hallgatjuk, amit ti szerettek. Igen, a nem tudom mit, de azt hallgatjuk. Mi lapoznánk, csak mindig nálad a távirányító. De mit csináljuk az Eurosport a gyerekek? Akkora meccson a Dimitrov Nadallal, hogy döbbenet. Döbbenet. 6-6-3-2. Folyamatosan indulnak kezdő csoportok www.kettlebell.hu. Jó. Strong First oktatókat keressetek. Akkor még egyetlen mondat a teniszig, és akkor 8-ig semmi. Jó? Úgy szeretném nektek bemutatni azt az ütőt, Jézus, ami ebben a pillanatban érkezett meg hozzám. Landolt nálam Roger Federer 2014-es ütője van a kezemben, Bécsből. Azt hittem, ez Wilsoné, az van rá. Tényleg. Gyerekek, ez az ütő Owen van. Owen Wilson ütője? Hát, nem is tudtam, hogy teniszhez. Hihetetlen ez az Owen Wilson. Most miért veszem? Ne tedd föl a netre, Viki! Hogy mersz hozzáérni az ütőjéhez? Hihetetlen, éppen hallgatjál már. Hogy? Éppen beszélek erről a csodáról, értem, de a Szent Grál találtam valamit, erre kiveszi a kezemből. Gyerekek, csak szeretném átadni, óvatosan, aha, nem játékszer. Vigyázz, ne Feri, nem ide jöjjön. Vigyázz, a vonalkod ne legyen. Megkopan, mert akkor már nem veszik vissza. Játszani? Azt a fóliát így jön ki a gyárból. Rogernek más a húrozása, de ezzel az ütővel játszik 2014-ben Roger. Ez egy nagyobb... Belet használni? Igen. Feri szakértő szemmel stíröli a húrozás, lehet-e vele szűrni Tájlat ellét? Lehet egyébként. Nagyon jó, azt nem megy át rajta, sőt, jó főtt tojás vágásra is. Arra tökélet, sőt, krumpli nyomásra is.
Csak mondom, Roger nagyobb fejűtővel játszik, és ez van a kezében. Más húrozással. De ez van a kezében. Hogy egyelőre az ütő jelentős része az én tulajdonomban van, mert tőlem kértél rá pénzt. Csak mondom. Egy 30%-os tulajdon részben Feri ott van, mert gyorsan Feri van nád, egy 20-as gyors agymegköcs, egy kis delövjét az ütő. Ez az igazi fanatizmus, amikor már kölcsönből vesz sportszereket. Mondjátok meg, hogy nincs benne alázat. Ne? Eladósodtam. Érdekes egyébként, hogy amióta Balázs edzőpartnerről szolgálta a szomszédja, azóta ő próbál meg mindenféle ilyen prémium kategóriás sporteszközökkel felvérteződni, mert azt hiszi, hogy ez a lényeg, de nem. Sajnos lehet, nem. Hogy a stáció volt elészezik. Sajnos az, hogy ez se segít. De nekünk sportfanoknak ez mit tudom, ez olyan, mintha te azzal a sonkavágóval vágnál, amivel mit tudom én, nem tudom, Jamie Oliver, vagy ki az a nagy szájú szakács, mit tudom, megnyerni Gordonnak az éttermébe, tudod, hogy ugyanaz a gép van, és bekönnyezed Sir Laurence Olivier, vagy mit tudom én, te tudod, hogy a japán Yakamoto Nazami-ban falmászó ugyanabban a cipőben igen. mászik, és neked ő egy idol. Chris Sharma ebben a cipőben mászott ki egy 11 pluszos utat. Na igen, na, például, és ugyanazt foghatod a kezében. És ennek nagyobb a feje, vagy mi más? Mint Roger ütőjéhez később képest ez egy nagyobb fejű ütő, igen. Tehát ő most emelt az ütő fején. Aha, szóval most a fejméretre játszol. Az én életemben az mindig is egy neuralgikus pont volt a fejméret, úgyhogy... Az nálam mindig az fontos. Fej, akkor nagyobb eséllyel találom el a labdát. Pontosan. Igen, tehát rosszabb már Rozsé is, ugye, mert nagyobb fejű ütőt használ. Igen. Ennyi. Egyértelműen visszaesés jelei. Gyerek, a rosszabb Rozsére majd fél tízkor visszatérni. A klampárik azok zsíres kenyérrel is tudnak játszani. Roger kevésbé. Na jó van, csak szerettem volna nektek megmutatni, hogy lássatok valamit, de hát mindegy. Hát mindegy, ha kimaradt volna, se lett volna. Óven bácsi és Beru néni, lehet jelentkezni SMS-ben. Jó van, egy két friss közlekedési hírünk. M3-as Budapest felé 134-es kilométer baleset a belső sávban. Egy Suzuki. Alakul a sor, ezt Balu küldte nekünk, köszönjük szépen, és csak egy sáv járható, emiatt egy kicsit lassabban lehet ott áthaladni, nekünk pedig már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Szilárd vagyok. Szia. Hello, Szilárd! Honnan hívsz minket, Szilárd? Esztergomból. Esztergomból. Esik eső, fúj a szél, havas eső, igen, sajnos ez lesz a következő napokban. De hétvégére havat mondtál, Jani? Havat mondtál, ugye? Igen, igen, már egyébként péntek szombatra mondanak ilyen jellegű csapadékot. Kell az. Szilárd, mit csinálsz, mivel foglalkozol, hol vagy most? Hát most épp bölcsöd előtt ülök, a gyereket vittem. Na. Úgy ablakbeépítéssel foglalkozom. Az mit jelent? Tehát nyílázárók? Tehát, hogy rakjátok igen, az ablakokat? Így van. Nyílázár és árnyékolás technika. Egy gyerek? Egyébként? Egy van? Három. Mekkora a legnagyobb? 10 éves. A kicsi meg még bölcs is. Uh-huh. Az jó. És a középső? A kettő. Ez pedig 4 éves. Ez tök jó, iskola, bölcs, minden korosztály. De viszed mind a hármójukat reggelente? Igen, jó kis karika. Lehet, vagy közel vannak legalább az intézmények? Hát, város egyik végéből a másikba. Oh. Az a szép logisztika. Igen, meg elhozni őket, plusz a foglalkozások, az három gyereknél az már azért kezd szexi lenni. Oké, Szilárd, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó, figyelj! Oké. Ez tetszik nekem, ez a hang. Búvár. A szagmá nem tetszene. De nem. Ja, ez tényleg az búvár. Miért kell mindig vagy a szex, vagy az altesti poénak? Két dolog van az univerzumban. Mert veled vezetek műsor, már több egy víz. Vagy szexelnek, vagy finganak. Hát ezt egyszerűen... Búvárkodnak. Még emlékszel rá? Búvárkodnak. Akkor ugye? Merülnek. Aha. Én a jövétel randizok egyébként az SSID-vel, mert csak mondom. De jó neked. Miért? Hát föleleveníteni tudását. Nagyon helyes. Nem, viszem utána a palackok. Mindenki mellékes. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Szilárd. Oké. Na. Nem könnyű azért többet énekelt elsőre. Ma még egyszer. Figyelj! Jani, ezt neked tudnod kell? Jani, neked, csak mondom, ezt tudod mi? Hogy ne tudnám? Na mi? Valaki dúdolt valamit. De kamus! Neked nem ugrik be, ne csináld!
figyelj. Úgy, hogy nem Jani, nézek figyelj, le monitorra. Ezeket azon, ez egy csukott szemem meg figyelj, kell, hogy ne csinálj. Várjál, Janninak mutatom. Jó, azért meg, ne okozzál csalódást. Megijedtem, hogy ezeket nem ugrik be. Na, Szilárd, semmi? Hát, ebből semmi. Aj. Mutatok egy hosszabbat. Nem? Jó, okay. Mutassunk egy hosszabbat, figyelj, Szilárd. Szilárd, ne legyél már ennyire. Ennyire nem lesz be rozsdásodva. Hát, pedig nagyon úgy néz ki. Jaj. Pasz. Fenegye meg azt a rozsdát. Pasz, hát akkor megmutatjuk az eredetit. Ilyen ritkán szól, itt történelmi pillanat, figyelj. Majd holnap. Metallica. Igen. Holnap reggel meg is hallgatnám. De szabadok vagyunk. De jó ötlet, Feri, de hogy? Ugye? Gyerekek, ez a Black albumról van? Igen. Imádom, az egyik legjobb Metallica album szerintem, amit én ismerek, vagy szeretek. Holnap fél hétkor büntetsz egy kis Metallicával? Jó, az bele, az nekem abszolút belefér. Nem, hogy ez Metallica zseniális. Szilárd, hát ez nem sikerült. Hát sajnos. Pedig nem volt nehéz. Nem is volt könnyű. De igen, hát aki ismeri, igazadon. Nem tudunk ajándékcsomagot adni, ne haragudj. Semmi baj. Köszi a játékot, ciao. Én köszönöm szépen, köszi, sziasztok. Hello. Ciao, hello, hello. De még nem biztos egyébként. Lehet, hogy a Dimitrov Nadalból fogunk meghallgatni negyed órát. Gyerekek, csak mondom, Dimitrovnak szetlabdája volt, csak elrontottam, meg kicsit megremegett a keze, úgyhogy sajnos bebukta. 10 perc, pontosan 8 óra, jövünk vissza mindjárt. 5 perc múlva pontosan 8 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Annak közlekedési hírek, amik egészen frissek, ott az M3-as környékén van egy nagy dugó. A 134-es kilométernél baleset van Budapest felé, és hát elég komoly sor kezd kialakulni, egy sáv járható Budapest felé, mert baleset van. Nincs pályazár, de nagy dugóra kell ott számítani, és egy kicsi lassulásra. Ez a legfrissebb. Vannak trafipax híreink is, az M5-ös 42-es kilométerénél fotóznak, és az M7-es 144-es kilométerénél is van. Ez még ilyen fél hét körül jött, lehet, hogy azóta már eltűntek. M1, M7 bevezetőn Budapest felé a budaörsi Tesco kihajtójánál két autó ütközött, ott is nehéz a kihajtás. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. És ha, hogy esetleg hallanak minket most jelenleg Kitzbühelben, akkor tegyék szabaddá Balázs pályáját, mert olyan hely. Kitzbühel, igen. Mi van a mikrós virágainkkal? Locsoljuk őket? Locsoljuk. Locsoljuk. Hát legyen egy hivatalos eredményhirdetés. Igen. A mikrós víz és a nem mikrós víz között. Látszik valami különbség? Azt na, gondolom, ezt viszont még én sem tudom, úgyhogy akkor erről is beszéljünk, hogy elindult egy kísérlet, meg teszttel el kell rovatunkban, hogy most jön, tesztelünk egy másik terméket. Még kell egy kis idő annak a kísérletnek, hogy egyértelmű jelei legyenek a dolognak. Micsoda? Mi? Így áll az egyik. De a másik. Nehogy elmondjátok, hogy melyik. De a másik, az ugyanolyan lekonyult volt akkor is, amikor behoztuk ide. De hogy volt lekonyult? Ez két egyforma stílus volt. Tök egyforma volt. Zabáltam mind a kettőből. Így le volt konyulva az egyik, a másik meg át. Csak húzott felém. Erős volt. Húzott felém. Nem volt. Abszolút. Mi van, mert tudtok valami alternatív melegítési rendszert? Egyébként igen, tudunk. Na jó, erről is beszélünk, meg tesztelünk. Azért 8 után és nem 9 után, mert most volt csak jó azoknak, akik hozzák magát a terméket. Úgyhogy jövünk ezzel, 4 perc múlva, 8 óra, itt vagyunk a hírek után. 8 óra, úgy pontosan 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello! Sziasztok! Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Havasak, csúszósak az utak, jön a hideg, ígérték, meg is érkezett. Plusz 2, plusz 3, ónos eső nincs, de havas eső. Valami trutyi kezd így szállingozni, úgyhogy menjen mindenki óvatosan. Több is a baleset, mint szokott lenni egyébként. Farád belterületén egy babakék transporterből nem mérnek, mert még nem láttam sehol, ezt MAP küldte nekünk. Farád belterületéről viszonylag régen kaptunk SMS-t, ott vagy már nem babakék transporterből néznek, vagy átjöttek Csornára, ott most a farádiakat most béké hagyják. Ezek nagyon ügyesek. Igen. Trafi van Veszprémen a körgyűrűn, a vasútállomásnál, üzeni Viktor. Tata környe, Majk, Csákvár, Lovasberény útvonalon, Tatán és környén havas eső, ezt követően szemerkélő eső, vízes útburkolat, csak óvatosan, Zoli küldte nekünk. Tapolcer, Veszprém, jó járható, üdv Dudi a kenyeres, és az M1-es, M7-es bevezetőn Budapest felé a budaörsi Tetyónál, a kihajtónál egészen pontosan két autó ütközött, nehéz a kihajtás.
Ezt is kaptuk még SMS-ben, köszönjük szépen. Kérdezi valaki teljes joggal, hogy holnap lesz-e elmentes övezet, mert hogy a Balázs nem lesz. De ha Balázs nincs, akkor elmentes övezet sincsen, de majd mi majd pótoljuk majd valamivel. Így van. Igyekszünk majd pótolni. Higgyétek el, hogy rendben lesz a holnapi elmentes övezet. Szignál nélkül, szakértő és Balázs nélkül. Így van. Na, egyéb szakértő bevonásával. Egyéb szakértő bevonásával. Nagy baleset az M3-ason Budapest felé, a 132-es kilométernél teljes útzár, ezt Joda 69 küldte nekünk. Köszönjük szépen, ez ebben a pillanatban jött. Na, ugye volt egy kísérletünk, amit a múlt héten kezdtünk, és mivel valami látszik, így akarok róla egy mondatot beszélni, hogy ugye egy kislány megcsinálta azt, hogy a mikrós vízzel locsolt egy virágot, meg csapvízzel, és állítása szerint ő ezzel bebizonyította, hogy a mikrós víz az rossz, mert hogy felmelegítette, majd lehűtötte a mikrós vizet, egy hétig locsolt két szobanövényt, a mikrós vízzel locsolt szobanövény elpusztult, bizonyítva ezt, hogy a mikrós víz ugye valamilyen színe megváltozik a szerkezete a víznek, míg a csapvízes növény túlélte. Ezt mi is elkezdtük a múlt héten. Mikrós vízzel locsoljuk az egyik snidlinget, sima csapvízzel locsoljuk a másik snidlinget. Így van. Na, hogy állunk most? Kérlek szépen, hát megdöbbentő eredmény született, na, amely alátámaszt minden tudományos értekezést ezügyben. A mikrós vízzel locsolt snidling gyakorlatilag a plafont súrolja. Áll, mint a szöveg. Igen, komolyan. Esküszöm, olyan gyönyörű, mint még soha. Nem is figyeltem. A másik a vízzel locsolt, és ugyanúgy megvan egyébként, tehát az a ő állaga sem változott semmit, de hogy a mikrós víz nem csinált semmit szegény snidlingjel, az biztos. Így van. Ferinek egy délutánonként egy bosszút vágó késsel kell átvágnia magát a kabátjához, igen, mert ott van az ablaknál. Úgyhogy reggel óta ránő. Igen. Reggel leteszem a kabátomat, délutánra ránő a snidling. Gyönyörű. Hát gyönyörű egyelőre. Egyelőre nem győzött meg minket arról a kísérlet, hogy a mikrós vízzel van. De mi a hajta, mert a mikrós víz is ugyanaz a víz, tehát hogyha ma a vízünk lenne mérgezett, akkor a mikrós vízes is. Mert akkor a sima víz is, ha rossz lenne a vízünk, igen, így van, akkor a sima víz is tönkretenné. Meg a mikrós víz is tönkretenné, de akkor nem. Tehát egyelőre ezt nem adjuk ezt a kísérletet. Hát egyelőre nem. Hát tudjuk. Egyelőre nem. Tehát a mikrosnidlingünk az jó hangulatban. Nagyon szépen. Nézegeti ki a napfényt, hogy hát egy kicsit rásüt, hogy jobban meginduljanak a hajtások. Úgyhogy nagyon-nagyon rendben van. Na, ha már teszt, ugye, amit elindítottunk a múlt héten, akkor most is tesztelünk, mert egy újabb termékről szereztünk tudomást, ami nem egy mindennapos vagy mindennapokban használt termék, de mégis megvásárolható, mégis hazavihető, mégis ajánlják, tart bizonyos ígéreteket, vagy mond bizonyos ígéreteket ez a termék, úgyhogy nekiállunk, és leteszteljük. Hát le. Bezonyám le. Ez én voltam ebben nekem. Ma nem vagy a helyzet magaslatán. Ezzel az Eros Ramazottival, amit beengedtél, meg ezzel a fakon nem futcsóval, amit itt bejött nekünk ide 8 óta 6 perccel. Egy jó Avicii helyett például, egy fakonon futcsó. Kedvenc számom tőlük a Nacho Cheese. Na, akkor... Akarsz szignál? Akkor most terméket tesztelünk. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Sose tudom, hogy valaki komolyan írja ezt az SMS, hogy mi az Isten az a Miklós víz. Helyesen. Lehet, hogy én nem artikuláltam egészen jól, bocsánat, tehát a mikrós víz, ha az én artikulációmmal van baj, akkor igen, mert se smiley-el semmi, tehát mi az a mikrós víz? Hát, semmi, hiszen mikrósról elnevezett, mi forgalmazunk, nagyon jó, vegyétek, tele van ásványi anyaggal. Mikrós vizet akartam mondani, ha esetleg rosszul artikuláltam, vagy hát nem tudom, mikrós. És valószínűleg komoly, mert hogy nincs. Mi az a mikrós víz? Nagyon jó. Na, a termék ugye egy autótisztító szerkezet tulajdonképpen, ami azt ígéri, hogy ha te kihívod őket, akkor egy perc alatt megtisztítják a te autódat. Szóval, amit rosszul mondok. Ugye? Nem vagyok nagyon otthon az otthoni autótisztításban, bevallom, nem csinálom. Egyenletesen, foltmentesen, stb. Ez egy ilyen kárpitos, ugye? A kárpitra vonatkozik a történet, egy különleges technológia van, és akkor azzal lehet szépen nekiesni a dolognak. Környezetbarát is, meg gyors, meg szexi. Hát igen, érdekes ez a kísérlet, meg érdekes ez a dolog. Én megmondom őszintén, hogy én jobban hiszek a hagyományos módszerekben. De te abban hiszel, amit te csinálsz. Én az akkurátusságban hiszek, Ferenc. Így van, ezt akartam mondani, hogy te is abban hiszel. A svájci precizitásban, illetve a kefében. A gyökérkefét. Egy jó gyökérkefe, minden megold. Szóval tulajdonképpen itt nem is magát a terméket teszteljük önmagában összehasonlítva és a saját ígéreteivel, hanem azt nézzük, hogy egy sima hagyományos kárpittisztítás, amit te végzel el egy sima autós kárpittisztítóval, kiskefével, vízzel,
spritznivel, mi kell még hozzá, nem tudom, ami van. Nagyjából a kefe. A kefe, mert hogy nem mindegy, hogy milyen kefe. Jobb-e, hatékonyabb-e, mint az a kárpi tisztító, amit ugye te házhoz rendelhetsz, és neked ott szépen megcsinálják a kocsidat. Ezt akarjuk összehasonlítani. Ez valami széndioksziddal működő, valami csodasztori, nem? Hát hagyjál már, hát érted. Mondom, hagyományos módszer. Én felveszem a kefét. Állok elébe, ha kísérletnek. Bármi munkára jelentkezel, te azt fel is veszed. Igen. Hát te ugye otthon hétvégén nagy autótisztító vagy, ha kell, ha nem. Pénteken leponyvázod, vasárnap leszeded a ponyvát. Nem használ neki a por szerintem. Megteszek mindent. És tényleg az a klasszik kékmelegítőses, fehér csíkkal, kis köbüves dekoltás, behajolsz, sulickolsz, átfolyatod a vizet a nyáron szomszédhoz. Nyáron gumiszandál, tényleg gumicsizma. Ezt akartam még kérdezni, hogy van-e gumicsimmát hozzá. De figyelj, tényleg vélem viszed be egy mosóba, és nem is a kézzel mosó 10 000-es, tehát valahol 1500-ért áttolják neked ezen a kefén, olyan szép lesz. Összekarcolja a kefe, mondjad neki, hogy összekarc, nem? Össze hát. Meg tudom, ez egyébként az automosoknak, akik csinálják maguknak, ez egy szeánsz. Tehát kimész, rákészülsz, és ahogy kitakarítod az autódat kicsit a saját lelkedet is áttakarított. Tehát ez egy ilyen, és ez nem várhat. Ráadásul én, hogyha meglátom, hogy koszos az autó, akkor rögtön beindulnak a feltételes reflexek. Például most hétvégén, amikor kétszerre látogatunk el a haditechnika parkba, kultúra, menjetek el, nézzétek meg. Akkor... Sajnálom, hogy nem voltam ott a kutyafáj, de izgalmas hangzik. Kecseri haditengerészeti park, vagy mi ez? Jó, most egy régen volt. Most miért baj, hogy kicsit ráteszek, hogy haditengerészet. Köszönöm a kérdés, hát, van néhány hajóágyú is egyébként. Köszönöm szépen. Hajóágyú és néhány víziakna is, tehát Balázs nem mondott butaságot. Tehát tulajdonképpen Kecelen van még haditengerészeti park is, nem csak haditechnika. Na mindegy, visszatér a lényegre, hogy na mondom, kimegyek, kinyitom a kaput, hú de koszos az autó. Na, beszaladtam, fölvettem egy kis kabátkát magamra, és úgy, ahogy voltam, egyébként pizsama alsóban, és papucsban elkezdtem takarítani az autót. És de belül vagy kívül? Az egyik szomszéd, hát kívülről, kívül? Alapvetően kívülről, és a szomszédén így nyitott ki az ablakot, és takarítgatott, így nézett ki, próbáltam meg úgy helyezkedni, hogy azért a pizsama alsómat ne lássam. De kiment egy pizsoma alsó. De miért nem vállalkozol, amíg rögtön fölöltözöl meg? Vagy ez én egy nem ilyen, tudok várni ilyenkor. Tehát ott van rajta egy kis kosz. Így van. Koszos volt, vizes volt. Ha te látod az én automat, mi ketten azért máshogy értelmezzük a kosz szimbólumát és jelrendszerét. És tehát, hogy más gondoló kosz alatt, mint te. Hogy száll be a te kocsidba? Belül tiszta. Belül utána koszos a kocsi. Kívül nem. Mert mindig úgy van, hogy kinyitja először az autót, hogy bakot tart, földob, és utána megkerül az autót, és beszáll át, ha így szokott. De az anyusülésen jön az a Jani angol nyerek van, úgyhogy arra könnyen föl tud ülni. Földobom egy pillanat alatt. Igen, minden reggel az első dolgom, hogyha ilyen szutykos, piszkos, ilyen környezetben haladta kedvesem az autóval, akkor reggelenként mindig a tolatoladónak a kis kamerát, azt megtakarítom, hogy lássa. Hogy problémamentes legyen a tolatás. Minden reggel oda mész, és letakarítod a tolatóradart. De az érzékelőd, hogy magát a kamerát. Van egy kis kamerát. Letakarítod a kamerát? Így van. Megnyál az egy papírzsepit, és azzal? Vagy van erre egy külön szer? Feri. De hülye vagyok, hogy ilyet kívánok. Feri. Ezt nem mondatkozom, hogy minden reggel megcsinálod. Fújsz a kerékbe, kettő bára kicsit, index, kézifékes indulás, kipróbálsz minden égőt, fékre rohan, fékre lépsz, hátra rohansz. Így van. Citrusos ablaktisztító, vagy egyszer. Anya, mehetsz! És ezt minden reggel? Hát, amikor használjuk, ugye? Amikor leszedem róla a ponyvát, amikor szombaton például ellátogatunk a Keceli haditechnikai, illetve a haditengerészeti parkba, ahogy Balázs kiegészített. Mi annyira más univerzum vagyunk, de ettől jó ez a műsor. Totálisan más. Sajnálod az időt rá, hogy ott csak kettő... Kecerre? Nem. Hogy sajnálnál meg? Kultúra? Hát de nem, a kocsira, hogy addig is várat nézhetnél, vagy cukrászdában lehetnél, vagy a Keceli haditechnikai parkban. De Feri, hogyha esetleg toltva vegyünk, és a hátunk mögött van egy vár, akkor szúrnám ki. De a csipogó is, tehát azért már radarkoszos, hát azért neked becsipog. Értem, hogy letisztított funkcionalitásában egyébként jó. De nem olyan új autó, hogy legyen benne csipogó. Kamera van, de csipogó nincs, az kamu. Tehát vagy csipogó van, és akkor van kamerád is. Vagy már el, hogy nincs. Csak kamera van, de csipogó nincs. Az nem lehet, az akkor valamit lekapcsoltatok. Tehát ha tolató radarod van, akkor az van kamera. Ha kamerád van, akkor általában az van csipogó is. Csak kamera csipogó nélkül, vagy kiszerelték nektek, és úgy adták el. Hát, de azt mondta egyébként, hogy nem hagyom el sem az autóba szeret kameráról, van szó, hanem egy SVS kameráról, amit még az apusomtól kaptam. És bekábelezted előre, Mónika az ott tolat. Egy Orion színes tévén elől. Egy fekete-fehér nem színes. Ja, te el. Na jó, menjünk akkor tesztelni. Jó? Tehát a hagyományos autotisztítás, amit Jani képvisel, hát ő nem képviselhet mást, a Feriféle CO2 által vezérelt high-tech, házhoz rendelhető kárpit tisztítást hasonlítjuk össze. Jó? Úgyhogy egy rövid zene, az alatt kihaladnak a srácok, öltözzetek föl, mert baromi ideg van.
Jó, de milyen kicsit vizet fáj, fogunk hogy én használni? Miklós vizet? Te Miklós vizet használsz, a Feri sem a csapvizet. Jó, és megnézzük, hogy melyik a jobb. Mondjuk 10 perc alatt egy-egy ülést kell ugyanazon feltételekkel más-más eszközzel letakarítani. Ha működik, megadjuk. Ha jobb a kézi tisztítás, akkor nem adjuk meg. Egyszer nagyon alaposan letakarítottam még annak idején az 1.6-os Opelünket, az egyik ülést, szerencsére az anyós ülést, és aztán két napig nem lehetett használni, mert túl sok vizet alatt. Tényleg egyébként annyira megszívta magát, de jó volt. Kinek az autóját? Szép tiszta volt. A tiédet csináljuk? Tessék? A tiédet takarítjuk? Ja nem, Juli autója, az konkrétan tehát az én autómnál 100-szor penetráb, 6 éve nem volt kitakarítva az autó, csak mondom 6. Nem 6 hete, 6 hónapig, 6 éve nem nyúltak az autó belsejét. Ott azért minden lesz. Úgyhogy van mit tisztítani. Gyerek van, 2, építkezésen dolgoznak, építkeznek közben, tehát ott szép dolgokat fogtok találni. Jó? Úgyhogy jövünk az erre után, tesztelünk és megnézzük, hogy melyik a jobb. Itt vagyunk mindjárt. 6 perc múlva pontosan 8:30. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani, mennyiért választ takarítást? Kérdezi egy hallgató, Super Shop kártyával fizetek. Írja Józsi. Milyen a kocsid, Juli, ha már itt vagy, csak egy mondat? Tényleg 6 éve nem takarítottad? 6 éve nem. De miért? A kárpitot nem. Ja, vagy a kárpitot. A kárpitot nem. Azt nem takarítottam. Hát, azt megértem. Azt hittem, az egész autóhoz nem nyúltatok 6 éve. Nem, azért azt takarítjuk. Nem, hát van 2 gyerek, 2 költözködés és egy építkezés, úgyhogy ezt nagyjából így. De hova vonultok mindig? Mi nem telepettek már valahol? 2 gyerek, 2 költözködés és egy építkezés, valahol állapodjatok már meg. Hát. Nem, tehát a kocsi relatíve tiszta, tehát ahol lehet, ott mi kiporszívózzuk, de a kárpittal nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Úgyhogy érdekel. Mekkora ez a gép? Én nem láttam, hogy kint szerelték össze. Ez egy ilyen kis mobil cucc? Tehát... Nem, áram kell hozzá, tehát be kellett, hogy dugják, és egyébként most éppen forralják a vizet, mert hogy azt fel kell, forralják a gépben a vizet. Ja, és úgy, aha, de ez megvehető? Tehát ez tehát, vagy ők kijönnek? Nem, ők kiszállnak. Tehát ők kiszállnak. Tehát ők kijönnek házhoz, és akkor ott kitisztítják a kocsi minden kárpítját. Tehát akkor most egy szolgáltatást hasonlítunk egy a hagyományossal. Azt mondjuk lehet, hogy segít, hogy kommunikálni tudjunk vele, ha lesz nála telefon. Elősegíti a kommunikációt. Egy-két gyors közlekedési hír, amíg egy hihetetlen NASA kapcsolással a fiúkat adásba tesszük. Ferinél sincs telefon? Ja, de van, azért már rutinosabb annál, mint hogy itt hagyja. M7-es, 142-es kilométerénél trafi. A Műszaki Egyetem előtt a Petőfi híd felé beállt a forgalom, egy-egy sáv járható. Ez is ebben a pillanatban jött. Valamint hatalmas baleset van az M3-ason Budapest felé, a 132-es kilométernél. Eddig egy sávon engedték a forgalmat, viszont 8 óra után 10 perce jött, hogy teljes útzár van. Joda 69 küldt el nekünk, tehát baleset az M3-ason a 132-es kilométernél Budapest felé, és teljes útzár. Úgyhogy ha valaki még előtte van, akkor gyorsan valamerre menjen le, mert valószínűleg elég sokáig nem is fogják elengedni a forgalmat. Hello, Feri! Hello, meg vagyunk! Itt vagyunk! Itt vagyok a technológia mellett, kérem szépen, tehát azt rosszul mondtuk, otthonra nem lehet ilyet, vagy biztos lehet, hogy drága, nem tudom. A lényeg az, hogy ezek a férfiak jönnek, kiszállnak, ez egy nagy szürke doboz, be kell dugni az áramba, bele kell önteni a dolgokat, és van egy szürke cső, amivel tudod magát a kárpitot tisztítani. Bio a történet, ez fontos, és hogy allergiások használhatják, és kiszedi neked az atkákat, meg az ilyesmit, ami ott neked alatt van. Gondolom, hogy ez nem csak kocsi, hanem akkor ez mit tudom én, kárpít, ülőgarnitúra, tehát ágybetét, ugye ez egy csomó minden. Így van, tehát otthon a matracot is ki tudod vele takarítani az ülőgarnitúrádat, meg most mi autót fogunk. Ha valakit érdekel, 6,9 bar nyomás, 70 fok, nátriumkarbonát, citronsav, ezt széndioksziddal dúsítják, ahogy befújja, azonnal kiszív. Nagyon fontos, hogy fog Feri, mint egy falat kenyér, annyira kellettek. Én tudom, hogy te imádod ezeket, hogy a 6,9 bar meg ilyesmit, mondom, megosztom. Hát, igen, akkor ez nem lesz egy exakt eredmény. Mert ugye például az atkákat ugye nem látjuk, tehát Jani lehet, hogy kefél, mint az atom majd ezerrel, de hogy ugye belsőleg nem látjuk, hogy mennyi atka jött ki, tehát inkább itt egy ilyen kíváncsiságféle faktor játszik majd, hogy ezt megnézzük, de nem tudunk exakt módon dönteni, hogy melyik a hatásosabb, nem, ha jól érzem. Jani akkor... nem mint atom, mint két atom, úgy kefél, jó? Már egy kis állt? Neked Balázs, illetve a kedves hallgatóknak is, hogy ahogy én a kárpitot tisztítok, ez felér egy genocidiummal, én nem ejtek foglyokat, tehát én gyakorlatilag minden atkát ki fogok nyírni. Hírmondó sem marad belőle. Nem ejtesz foglyokat? Egyébként csak mondom, azért csak azok kedvére, akik ugye nem látják, nyilván rádió, nem látjuk, hogy mekkora ez a szerkezet, tehát a mi Suzuki Altónk pont ekkora volt. Jó, de azt úgy takarítjuk, hogy beletesszük a dobozba az akkora méretű autókat. Figyelj, Feri, azért vannak ígéretek, hogy foltot, zsír, tintát, mindent kiszed a gép. Ha látsz ilyet, akkor azokat azért úgy teszteljük, hogy nézzük meg, hogy valójában kiszedi-e, hogy legyen ennek azért eredménye. Nem úgy látok ilyet,
mellett kiöntöttem egy kis tintát már a Juli kocsijába, és egy fél kiló sertészsírt szétkentem. Azt egyébként nem tudod elképzelni, hogy ebben a kocsiban mi van, tehát én nem ülnék rá erre az ülésre, mert kapsz valami fertőzést. Igen, én a múltkor láttam a Juli kocsiját, azt gondolom az inger küszöbben elég nagy ezen a téren, de én is meglepődtem. Tehát, hogy így nehezen tudtam hova tenni a látottakat, igen. Jó, na, beüzemelt a gép, felforrt a víz. De fölforrasztottuk a vizet. Uh-huh. Uraim, nyomjuk meg a power gombot. Mit csinál? Majd én csinálom, nem gondolom. Nyomjam a gombot? Jó, azt nyomom és húzom, kész. Apukám, nedvesen. Apci, mi van? Mi nem jó? Ne törődj felé, 1,5 millió, ne törődj vele, hát őkre is tetted, engedd el. Majd a gyártás állja. Hagyd a fenébe. A kifejtett folyadékot az nem tiszta vissza a szakembernek. Probléma. Igen? Aha, most a szakember egy picit átvette az irányítást, egyébként meglehetősen meggyőzőnek tűnik így ebből a szempontból. Olyan egyébként, mint hogy festeni is az anyagot, nem csak akar kiszadá. Vagy lehet, hogy csak visszanyeri az eredeti színét. Egyébként tényleg úgy van, hogy meglehetősen mocskos a felület. A újkora Júli mondta, hogy egy balos kanyar előtt letett maga mellé egy rántott húsos szendvicset, és mire egyenesbe került, addig a máját fogyott a szendvics, mert gyakorlatilag felfalta a kárpit. Akkagy, Mirkus, essél neki, mert le vagy maradva. Nézd, ez a tízi tisztítás, mert Jani egyik csak jó, dumál. Jó, akkor én is bekapcsolom. Ilyetek, na. Azt mondja, hogy 1, 2, 3 és. Ja, a rohadt élet. Jani rálent a kézi tisztításra. Az én kis szerkezetem, ami a kezemben van, az gyakorlatilag egy falaszk, ami az egyik végén tart egy kettét, egy hagyományos őkérkefej jellegű tisztító fejet, illetve egy falaszkot, ami magából egy kárpai tisztító habot fúj ki. És úgy látom egyébként, illetve nem hallom, hanem az érzem az orrommal, hogy elég kellemes citrus illata van. Tehát már nem csak a takarítás része történik meg, hanem az illatosítás is, ami, hát nem akarom megbántani, Judit, de szintén ráfér az autóra. Igen, én láttam az autó, tényleg döbbenet. Tehát, hogy elárulom nektek, hogy a Jani nagyon gyönyörűen dolgozik, gyakorlatilag 2 négyzetcentiméter felületet tisztított meg, amíg mi már egy teljes üléssel kész vagyunk, és csatakokban folyik a hab, tehát ömlik ki a hab a kocsiból. Már megérte, takarítanom az autót, mert mondom, csak így a kedves hallgatók kérdője, találtam 5 dinárt. Ezzel is tettem, jó lesz, szabad a pénznek. Figyelj, amekkora kupi van, ott még márkát is találhatsz, Jani. Tehát ott minden van szerintem. Tehát ott... Igen, és Kossuth bankókat. Igen, 1 milliárd milpengő az ülés alatt, még biztos ott van valahol, úgyhogy jól nézd meg. Szeretném hozzásűzni, hogy Jani a vezetőülést takarítja, Júli erre egy hónapig nem fog ráülni, mert kárpitig átáztatta a habbal a Jani, tiszta lesz-e, azt nem erősíteném meg, míg a másik oldalon a gépi tisztítás, már megyek is és megnézem, csak elmentem innen az előbb, mert hangos, hát azt kell mondjam, hogy gyönyörű, gyönyörű, én megadom. Figyeljetek, srácok, én megmondom neki az őszintén, hogy tényleg nem spórolok a habbal. Valószínűleg marad majd annyi, hogy a balát neked is tudják bevinni, hogy meg tudják borotválkozni, hogy megfelelő áramolat legyen az arcod, majd kibrühelben az óriás műveciklás közben. Figyelj, Adi, jött egy nagyon fontos SMS, hogy ne válogass kefélt keményen az Atka fiúkat is, ne csak az Atka lányokat. Megcsinálok mindenkit. Csinálj meg mindenkit. Senki sem menekül. Jó, egyébként videó készül a Facebookra, tehát a kétfajta, a hagyományos, illetve gépi tisztításból Feri finoman nyerése áll, úgy érzem. Tehát, igen, hogy igen. Látszik, hogy Janinak kezében van a mozdulat, az egész biztos, hogy nem ez az első kefélése. De azt gondolom, hogy van ott rutin. Igen, ja. Igen. Jó. Látok, ahogy szokták mondani, ahol én megjelenek, ott seg nem marad szárazon. Jó van, na csináljátok, még egy kicsit eredményt hirdetünk, viszonylag egyértelmű azért, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani egy hagyományos tisztítást egy ilyen profi géppel, de minden esetre, ahogy a János csinálja, az jó, arról már van videó, meg ahogy Feri is, úgyhogy fönt van a Facebookon. Hihetetlen, elképesztő. Vagy Jani, nagyon nagy a lendület, nézem, tehát egy ilyen 3 négyzetcentiméter sikász 10 perce, de azt viszont nagyon alaposan, imádom. Hát jó, hát most mit csináljunk? Valaki berottyantott ezen az ülésen. Vigyázz, Jani, itt a gazda. Figyelj, Jani, egy olyan 3-3,5 óra, és meg vagy az első üléssel. Tehát ne kapkodj, ez a lényeg. Tehát szépen, ahol foltot látsz, azt addig surod, amíg el nem tűnik. Azt mondom, hogy sírva menekülnek az aszták előlem a hátsó ülésre, úgyhogy én azt egy darabig nem használnám. Csodálkozol, utálják a csoportos nemi erőszakot, úgyhogy... Igen. Azt mondja az Anna, hogy viszont nagyon durván csuklóból csinálod, tehát hogy tényleg ott a rutin, hogy iszonyatosan ügyesen bátsz a kefével. Tényleg jó.
cselmetét urológus vagyok. Jó, na csináljátok, jövünk vissza a zene után, aztán megnézzük, hogy mi van, vagy hogy álltok, jó? Oké. Okay. Hírek okay. Közül. Szevasztok, ciao, ciao. Jövünk a hírek után, 8:30 pontosan 3 perccel. Ellentétes információk az M3-ason, állítólag nincs teljes útzár, egy sáv megy, most hagytuk el így a Petykót, tehát senki ne jegyen meg, akik írták, azok vagy rosszul látták, vagy nem ott vannak, vagy csak mérgesek, hogy dugó van, de nincs teljes útzár, de 10 perc alatt át lehet jutni Budapest felé a 133-as kilométernél. Ez a helyzet. 3 perccel elmúlt 8:30, jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva hello mindenkinek. Hello, srácok, írja egy hallgató, az M3-as baleset a 132-es kilométernél a Nyíregy-Miskolc, vagy a Miskolc-Budapest szakaszon van, ha tudtok segítsetek, légy szép napot. Ez a Budapest felé vezető oldalon van, egyébként de nincs teljes útzár, már csak kb. 1 kilométeres a sor az M3-as baleseténél, lassan halad a sor, de lehet menni, nem zárták le az autópályát, úgyhogy ott minden rendben van. 47-es számú főúton Trafipax, Zsáka belterületén, üzente nekünk Laci, M3-ason nincs útzár, igen, ezt mondtam, és itt van még egy, ami fontos, a Műszaki Egyetem előtt a Petőfi híd felé beállt a forgalom, csak egy-egy sáv járható. Na, mi a helyzet? Meg vagyunk, visszatért. Kicsit szubjektív a teszt, ugye, tehát itt nem önmagával hasonlítottuk a terméket az ígéreteivel, hanem egy alternatív tisztítással, de hogy állunk, mi lett? Szánalmas az egész, amit a Jani művelt. De alapos, azt láttam. Szánalmas, tradicionális. Én ezt a kifejezést, illetve a jelzőt használnám. És csak mondom nektek, atkák, még nem végeztünk! Láttam, hogy te egy területre mentél, egy területre fókuszáltál, de azt alaposan a videó mindjárt fel van a Morning Show.hu-n. Te úgy finoman kinéztél magadnak egy foltot, és úgy felvetted vele a harcot. Én folt specifikus voltam. Igen, amely folt nagyrészt ott maradt, tényleg nem lehet összehasonlítani a két technológiát, az egy üléssel, a géppel körülbelül 3, na jó, 5 perc alatt végeztek a szakemberek, Jani egy 15 percig sikálta az ülést, azt hiszem, hogy látható a különbség akár a videón is, sehol nincs a kézi tisztítás. Nem lehet összehasonlítani, nem lehet. Ráadásul mélységében is, az belülről is kiszívja, persze, tehát hogy... Csak amiatt véreztem el, mert amit én foltnak néztem, az volt a kárpit eredeti színe, ami körülötte volt, az volt a folt. Igen, csak kicsit rámentél a foltra, és azt hittad, hogy kutyapályát nem jön ki. Ja, iskoláját, miért nem jön ki? Igen, nem, ez most egy kicsit ilyen viccesebb teszt volt, úgymond, tehát ugye mindig egy termékre ígér valamit, és mi azt hasonlítjuk, hogy tudja tartani az ígéretet, hát itt nyilván egy alternatív, egy hagyományos tisztítás, egy ilyen gép már bőven kenterbe vert, gyorsabb, profibb, mélyebben tisztít, tehát egészen szép. De láttam, hogy takarítottál, az meggyőző. Így van, meg egy tejfős dobozba lefújtam magamnak annyi habot, hogy még a jövő héten meg vagyok borotválkozás ügyileg. Kicsit loptál? Már persze, nagyon kellemes, citrusos igazság. És olyan erővel csinálta a kárpi tisztítás, hogy egyébként az első ülés romokban hever. Egyébként picit felbolyosodott. Az jó, mert csak, azt már rendbe hozni se lehet igazán. De Júli autója azért nem gyenge tényleg, nem? Nagyon komoly. Érdekes jelenség, igen, önmagában. Érdekes jelenség, hogy ez még egy autó. Igen, fantasztikus, hogy a természet burjánzása. Gyakorlatilag a természet flórája, faunája mindenféle formában. Ez egészen apró mikroorganizmusoktól kezdve az egészen nagy csírákig. Minden megtalálható benne. Azt kérdezi valaki, már csak az a kérdés, mennyibe kerül ez a kárpit tisztítás, és mennyibe Jani? Gyerekek, Jani házhoz megy. Ponttal lehet fizetni? Ponttal. Hogy ne lehetne? Kapsz 10 pontot, az nem tudom mennyit ér, 10 pont, 20 pont, mi az árad, mond. Kimész házhoz, kapsz 100 pontot, két pöttyös labda, azért simán. Figyelj, egy valamit nem lehet rajtam számon kérni, az pedig a lelkesedés hiánya. Mert ez így van. Én mindent megtettem azért, hogy győzzen a tradíció. Szinte keresed a lehetőséget, hogy hol tudsz egy kicsit takarítani. Jobb kézben a kefe hab, bal kézben egy fehér rongy, és azzal saját maga után itatta föl a habot. Óriási volt. Megy előre jobb kéz, bal kéz már dörzsöl is. Csak mondom nektek, hogy én azért egy 1005-ös Moszkvics kárpitján szocializálódtam, tehát, hogy ott is fogantál. Nem. Olyan, hogy én meg egy zsigán. Nem, az még egy kis figyó volt. Jaj, szép dolgok ezek, igen. Na jó van. Oké. Hármas ugrást játszunk. Itt van már a hallgató, már Anna Tárcsász is, ahogy látom, akcióba lépett, úgyhogy már is itt van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Mérnek Eger felé a 70-es táblánál Kerecsend felől érkezőket, ráadásul, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Liza üzente. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Tamás! Sziasztok! Szia. Tamás, hol hallgatsz minket? Hello, merre vagy? Szepségben vagyok. Egy gyerekek, ma vagy süket vagyok, vagy egy nevetség? Lepsény. Mit csinálsz arra felé? Hát én ilyen ételkihordó vagyok. Na, és már ilyen korán viszitek? Persze, hát ki kell érni időre az összes ételnek.
Ilyenkor bennem felmerül a kérdés, hogy mikor főzitek le az ételt? Tegnap? Tegnapi nem, akkor? Nem, éjszaka. Éjszaka főzik, és reggel 6-7-től kezdjük el hordani. Az is kemény lehet, nem? Éjféltől 6-ig menüket főzöl le. Igen. Hát nem mi, csak hordjátok. És még mindig ez a klasszik háromszintes ételhordó, piskóta, kocka, csokoládeszósz. Tehát gondolom, ez már azért nem teljesen ez, ugye? Nem, hát ez a műanyag mikróban melegíthető, két napig eláll, tehát ilyen profi már azért ez a dolog. Uh-huh. Akkor van egy hétre berendel, és akkor gondolom nem főz, vagy egyszerűbb, vagy olcsóbb, hát, gondolom. Hát egy hétre azért nem, de egy ilyen két napra előre szoktak rendelni, tehát azért az egy hét az sok. Uh-huh. Adnak meg az emberek borra valót? Neked szoktak? Hát igazándiból nekünk úgy működik a dolog, hogy neten rendelik meg, tehát igazándiból a fizetés is neten történik. Uh-huh. A kiszállításért, hát az idősebb nénikék, bácsikák szoktak, de nem tudtam olyan elfogadni tőlük, mert... Olyan cukik egyébként, rájuk a legjellemzőbb, hogy ők mindig annak. Az a mindig, akinek a legkevesebb van. Inkább tojást szoktunk venni tőlük, mert az viszont nagyon szoktam. Igen, mondják, hogy jó. Akkor köszönöm, hogy kiosztod aranyom, itt van kis tojáska, vedd meg, vagy... Hát tudják, hogy szoktunk venni tojást, és akkor mondják, hogy lenne esetleg egy 10-es tojás, hogyha érdekel. Nagyon szép sárgája van, nem tudom. Na jó van. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem vihető. Vihető? Igen. Nem fog rajta ki szerintem. Na, megnézzük akkor. Jó, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztója. Milyen nemzetiségű labdarúgó kapta idén a FIFA aranylabdát? Portugál Cristiano Ronaldo. Jutalom. Mi kérdés? A második az már egy kicsit keményebb. Mehetünk? Hát próbáljuk, persze. Dedikált szatyorratét. Így szól a kérdés. Hányadik században választották az Egyesült Államok első elnökének George Washingtont? Uha. Igen, ez már egy kicsit szombosabb. Ne kapkodj, hogy milyen év az, melyik század, így tehát van, azt gondolod, hogy... Nem század. Elég az századot mondani. 17. század. 8. Kapkodtál. Hova tetted az évszámot? Általán 1600 környéken. Nem. 1800? 1789. 1789. Mindegy. Hát azért örültem, hogy tudtunk beszélni. Igen. Mi is örültünk. Nem tudsz bumbozni, azt számolom, de nem jutottál el ugye a harmadik kérdésig. Nem. Hát mindegy. Köszönöm szépen az lehetőséget. Minden jót. Oké, Tamás, köszi, jó munkát nektek. Köszi, sziasztok. Hello. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hallgattam itt a híreket, a kislány híreit, és... szemét vagy. Miért, hogy terroristák fenyegették meg a NOB-ot? Ezt hallottátok? Illetve a MOB-ot is. Hogy ugye terror fenyegetések érkeznek a Szocsi olimpiával kapcsolatban, uh-huh. És ez most úgymond házhoz jött. A Magyar Olimpiai Bizottsággal az történt, hogy kedd este megfenyegették a terroristák, és azt mondta a Szabó Bence főtitkár, hogy a nemzetközi e-mail címre angol és orosz nyelven érkezett a fenyegetés. Igen. Szocsi terrorcselekményekkel fenyegetik meg a magyar olimpiai delegációt. Egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy jobban teszünk, ha itthon maradunk. Azért az kemény, nem? Igen. És Borkai Zsolt, a MOB elnöke is azt nyilatkozta, hogy komolyan kell venni az ilyen üzeneteket. Az illetékesek feladat, hogy eljárjanak az ügyben. Igen, más tagországoknál is landolt hasonló tartalmú fenyegetés. Azért kell komolyan venni a dolgot, mert 2 héttel ezelőtt egy terrorista nő behatolt a városba, és nem találják azóta. Tehát ő ott van, ő egy úgynevezett fekete özvegy, aki ugye azért hívják így őket, mert a férjük már elhalálozott egy terrorcselekményben, amelyet ő maga követett el. Tehát vélhető az is, hogy ez a nő ez meg fogja csinálni, amit akar. És bent van a városban, és 2 hete nem találják az a bent van Szocsiban? Igen, Szocsiba bejutott, át tudott valahogy a záron menni, uh-huh. Mert ugye hermetikusan lezárták az odaérkező emberek elől a várost, bejutott a városba, és egyelőre nem tudják, hogy hol vannak. Ez ilyenkor hogy van? Tehát én például sportoló vagyok, és én bízom a MOB-ban. És én azt mondom, hogy egy olimpikon vagyok, én szeretnék részt venni a téli olimpián, akkor nekem ők garantálják a biztonságomat, vagy aláírnak velem egy nyilatkozatot, és azt mondják, hogy figyelj, mehetsz, de innentől kezdve mi, mint MOB, például nem tudjuk garantálni a te biztonságodat, egyéni felelősséged rovására mehetsz te ki, mert én, mint sportoló, nyilván elvárhatom, akár a MOB-tól, akár a NOB-tól, ugye, hogy próbálják meg biztosítani. Ugye, a biztonságomat. Igen, de ez ellen nincs vagy védelem. Vagy garantálni a biztonságomat. Igen, ez ellen nincs védelem. Vagy ha történik valami, akkor az én családom például perelhet?
és azt mondhatja a NOM-nak, a gyerekek, hát a ti felelősségetek volt az, hogy ott a helyszínen ne engedjétek, hogy azok csecsen, vagy milyen robbantók például bejöjjenek. Na ott mondjuk felrobbantanak egy hotelt, vagy egy szállodát, vagy bármit. Ne adj Isten, nyilván nem arról az, hogy ez megtörténik, csak kérdezem, hogy ilyenkor mindenki egyéni felelőssége alapján dönt úgy, hogy megy, vagy nem. Így van. És ugye sportolóként 4 évet fogsz várni, ha most nem mész. Igen. És lehet, hogy már kifutsz az időből. Igen. Igen. Ez a kártérítés dolgot én azt nem tudom, és hát nyilván soha ne is jöjjön ez a dolog szóba, de annak idején ugye a 72-es müncheni olimpián, amikor a palesztin terroristák követtek el cselekményt izraeli sportolók ellen, és ott is voltak halálos áldozatok, abban a TUSZ drámában kifolyólag, ott az áldozatok családjának az izraeli állam az fizetett kártérítést. Uh-huh. Még azért, hogy egy családot kiviszel-e, vagy nem viszel-e ki? Tehát ilyenkor az hogy van? Ja. Hogy például menne veled a család? Nem. Nem. Hát eleve ugye az olimpiai faluba szerintem nem mehetnek be családtagok, ha jók az információim, egyébként meg hát ilyen helyzetben meg aztán pláne ne vigyen ki senkit. Ez nagyon durva. Még nézőnek se. Azt gondolnád, hogy ez ilyen túlbiztosított valami, nem? Aztán ez csak megérkezik egy ilyen fenyegetés, és akkor ott állsz, hogy akkor most indulnál szánkóban, vagy nem tudom, de hogy menjél, ne menjél. Ez nagyon, nagyon kemény lehet. Túlbiztosítani próbálják, de hát mint tényleg mutatják, nem sikerült. Most az amcsik is felajánlották, hogy jönnek ők is segíteni. Egyelőre még nem érkezett válasz, mert nyilván presztízs harc van ebből is. Putyin elvtárs mondta, hogy ezt köszöni szépen, akkor ezt megoldja. Hát mindenkinek szólnék, aki tudom, hogy ebben jó, nem? A terrorellenes. Hát ez ilyenkor nyilván ez presztízs kérdés, persze. Tehát ez meggondolod, mekkora presztízs veszteség, hogy az oroszoknak, az amerikaiaktól kell például segítséget kérni, hogy a saját olimpiáikat tudják biztosítani. Hát ez. És gondold el majd a riói foci VB-t. Hát gondold el, ott mi lesz? Hát, hát Rio az konkrétan és az olyan. Olimpia. Igen. A nyári olimpia. Igen, ezt elmondták nekünk, mikor ugye jöttünk haza Argentinába, és kimentünk még 2 napot Rióba a forgatás után. Egyik utcán még mész, Copacabana, egyik sikátorban még bemész, a 2. számú sikátortól, a tengertől befele, ott már nem ennyi 10 óra után. De úgy, hogy még előtted egy sikátor, a luxus hotelek, még minden. Rossz utcába mész, be nem jössz ki. És ez azt mondom, nem fönt a favelláknál meg ilyen elzárt területen, a hoteltől 4 utcára befelé, este 10 óra után mondtak, az nem annyira jó, ide, mert erre a környékre menjél, arra a környékre nem menjél, tudod, azért ez nagyon. Naplementét nézni nem menjél ki a Copacabanára, mert azt mondták, hogy már ott napszállt, akkor már nem annyira biztonságos, és kérdeztük, hogy én ugye nem mentem, de utána érdeklődtünk, hogy mit vigyünk ki a tengerpartra, hogyha megyünk. Fegyvert. És akkor mondta a srác, hogy hát a papucsot, törölközött és fürdőnadrágot, semmi mást. Ja, mert mindent ellopnak. Mert minden eltűnik. Bemészetek, ott visszajött már semmi nincs. De hogy ott más se jó nagyon a tengerparton császkál. Igen, na most ott meg, ugye majd olimpia lesz, igen. Na jó van. Gyerekek, egy nagy hírünk van. Mármint nem nagy hír igazából, csak mivel mi szeretjük az illetőt, így felhívjuk és beszélünk vele. Állítólag Pákónak nigériai esküvője lesz. Van, aki hozzám? Megjegyezed, de talált egy áltozatot, akit el tud venni. Pákó megnősül. Elveszi emesét, a szerelmét, és otthon veszi el. És állítólag valami giga, mega, durva, tradicionális nigériai esküvő lesz. Valami iszonyatosan súlyos, gyakorlatilag pusztulnak a kecskék majd, mi? Az Oladujo család, ha ez a család neve? Oludajo. A Lapite, inkább az a család neve. A világ minden tájáról, hatalmas családról van szó, a világ minden tájáról oda fognak gyűlni, hogy ünnepeljék Pákot, és nagyon kényelmes, meg kellemes lesz, mert azt mondta a Pákó, vagy azt nyilatkozta a dologgal kapcsolatban, hogy neki gyakorlatilag semmit nem kell fizetnie, mert náluk tradicionálisan a család adja össze az összes költséget, még a repülőjét is a szülei fogják állni. Őrült biztos ember, meg hogy összehozta végre haza. Szerintem csak ezért megy hozzá. Igen. A lány. Igen, az a lánya is kéne beszélni 2 mondatot. Minden esetre felhívjuk Pákot, hogy hogy zajlik egy hagyományos nigériai esküvő. Jól meggondolta-e, ki az áldozat, mikor indulnak, mi történik kint, hány kecskét vágnak le? Már nem esznek be. Hány kecskét vágnak le, isznak-e borjúvért, mi történik egy nigériai esküvőn? Erről fogadjuk Pákot. 3 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 9 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Hello, Jani, hello, Feri. Hello, atkák. Hello, lányatkák, hello, fiúatkák. Gyerekek, győzött a gép egyértelműen, szinte tudhattuk előre, de kíváncsiságból megpróbáltuk, de hát
hiába rutin, hiába az évek, hiába a szakma szeretete és az elképesztő elhivatottság, egyszerűen ilyen géppel még János a házi takarítás nagymestere, obiványa se tudja felvenni a versenyt. Pedig az az alaposság, az másra nem jellemző csak rád, de hát ez sajnos a gép lenyomott minket. De ezt tudtuk azért előre. Hát de bocsánat, érted, amikor már megközelítettem az autót, akkor hallani lehetett milliók sikolyát, érted? Akik egyszerre sikoltottak fel, majd hallgattak el örök. Így van. Trafi az M3-ason Budapest felé a 204-es kilométernél. Judit küldte nekünk, Judit nagyon-nagyon szépen köszönjük. Valamint Trafi szintén csak az M7-esen a 44-es kilométernél állítólag. 37-es főúton Sárospatak után Szerencs felé szintén van egy trafink. Nagyon lassú a haladás az Árpád hídon. A Pesti irányba, a 44-es Békés-Szent András belterületén Fehér Suzuki-ból szintén mérnek, ezt Peti küldte nekünk, és Árpád híd Buda felé több mint negyed óra volt két lámpán átjutni, és még nem értem el a hidat. Szép napot, az okát nem tudjuk, bármennyire is kérdezitek, sajnos, ha valaki megírja, már mondjuk is. Az M3-ason még tart a helyszínelés a balesetnél a 132-es kilométernél Budapest felé, de nincs pályazár, úgyhogy ott is jól lehet haladni. Ellenmondásos hírek jöttek. Uh-huh. Azzal kapcsolatban ugyanis, hogy van pályázár, vagy nincs pályázár. Jaj, gyerekek, izgulok, mert nem sokára a Roger pályára lép, úgyhogy komolyan tét nem érzitek, hogy mekkora tét itt. Tényleg nem. Érzed, hogy mennyire nem érzed? Egyszerűen átjár az érzet, hogy mennyire nem érzed semmit? Mi is bennem ez a közömbös tompaság a téma irány? Tényleg nem érzem. Na mi van, orákulum? Egy möri? Na. Nem akarlak semmire rábeszélni. Most játszanak? Fél tízkor elvileg kezdenek a Rod Laver and Roger Federer and möri. Orákula? Aki nyer. Orákula. Orákula. Gyerekek, most ez nem az én szettem, hogy Joko búcsúzott, tehát hogy az egyetlen ember, akinek a nevét legalább ismerem ebben a sportban. Azt gondolom, igen, elvérzett az embered. Figyelj. És aki a tavalyi évben hát gyakorlatilag zsákszámra hozta nekem a pénzt, az nagyon most sokat elhagyott. Elhagyott. Nem tudom, hogy én elhagyhatom-e. De nekem ez is sokkal szimpatikusabb, hogy te nem vagy egy ilyen polihisztor ebben a témában felé, hogy te egy valamihez, illetve egy valakihez értesz, de ahhoz nagyon. Ennyi. Az összes többi megérte, találgassan. Persze, játszogassatok. Figyelj, én korrekt vagyok, szerintem most ne tegyél a Murrayre. Egyrészt, ahogy láttam a játékát, még szerintem a sérülés után nem teljesen százas. Aha. Szerintem ez a Roger, ahogy játszott a Tsongaren, ez most meg tudja verni a Murrayt. Tehát Murray még szerintem egy picit kell, hogy formába rendüljön. Igen, viszont Roger kifáradhatott a Tsongás mérkőzésen. Három sima szett. Ugye a három sima szett, Feri, ahogy te elmész el egy óra kakkantani egyet. Az mondjuk elég sima. Igen. Az elég kicsit sima. Lehet, hogy... Én nem üldögélek rajta. Sokáig na, gyerekek, se aki jól étkezik, annak jó a széklete. Neki sima, de minket büntet. Nem kell utána jönni. Ennyi. A foncsort is megmarja a tükről, ugye? Meg fizik, migrénem lesz. Hogy hívják ezt a másikat, akivel játszik? Andy Murray. Murray. Csak mondom, hogy egyébként... Murray mit csinált eddig? Hát a Murray Grand Slamet nyert a rendülvel, megnyert az olimpiát. Hát eddig... Eddig mindenkit román ver, de nem volt igazán olyan komoly ellenfel, aki mérvadó lenne. Aha. Tehát nem találkozott egy Ferrerrel, egy Wawrinkával, egy Berdichel, tehát nem volt a top 10-ből játékos. Mit mondanak az occok? Rogerre adnak többet. Minimális az eltérés. Egy-öt, egy hét lehet, nem? Engem ne kérdezi, reggel már kiosztottak a hallgatók, én nem értek hozzá. Egyébként nyilván ők jobban értek hozzá, ez nincs is semmi gond, mert én azt mondom, hogy nem szabad ebbe a dologba elmerülni. Nagyon. 10 a Murrayre. Hát nézd, a házhoz jössz a pofoné rám legyen. Én 10 játékpénz. Úriember voltam, és mondtam, hogy szerintem nagyon ne tegyél. 10 játékpénz? 10 játékpénz a Murrayre. Az már 30 játékpénz lesz a héten, Roger-el? Hát várjál, még azért az nincs a zsebedben. Az még így van. Az még nincs, fél tízkor kezdenek. Meg Bill Murrayre gondolt. Hát őt ismerem. Ja, Istenem, egyszer láthattam, hogy mi van, hogy melegít, kivel melegít, ki van ott az öltözőjében, ott van a tím biztos, nyilván Mirkát se küldik el nagyon a feleségét. Ivanovicson melegít. Anna Ivanovicson, akkor Mirka nagyon örülne a feleségén. Na jó van, ennyit a teniszről most legalább 6 percig. Ígérem, fél tízig már nem beszélünk teniszről, ahogy pályára lép azonnal. Viszont... Pákó, ugye, hát esküvője lesz, gyerekek, hát ami drága barátunkat nem hagyhatjuk ki, ne hívjuk föl azért. Ismételten. Kedveljük, imádjuk, szeretjük őt, ő egy jelenség. Lehet utálni, lehet szeretni, de szerintem mindenki tud rajta mosolyogni. Állítólagosan nigériai esküvője lesz. Igen. Ugye? Otthon, tradicionális, családi körben, szűk családi körben csak néhány százan lesznek. Igen. Talált egy magyar kis leányt? Igen. Akit el akar venni? Tudomásom szerint Emesének hívják. A lány is akarja? Akinek nyilván nincs tévéje. Hogy hozzá megy a pákóhoz. A lány is akarja?
Vagy itt egyfajta nigériai lányrablás lesz majd, hogy Pákó elrabolja. Ja, vagy ez érted, most egy nagy szerelem? Úgy érted, hogy esetleg vannak köztük ilyen áthidalhatatlan nyelvi nehézségek, amik miatt még nem derülhetett ki, hogy nemet mondott esetleg az emet. Igen, vagy nem akarta Pákó meghallani. Én szeretem ezt a történetet, és ők most ketten romantikusan elmennek Nigériába, leölnek 6 bárányt, 4 kakast, és megülik így a van. Nagy nigériai Pákó esküvőt. Pákó családjával. Szomszédos törzsel. Egy kis törzsi háború van. Pont most olvasgattam így Nigériáról így a Wikin, hát azért ott nehéz igazságot tenni, hogy 16% innen, 20% onnan, 16% keresztény, muzulmán, ilyen törzs, olyan törzs. És nem tudjuk, hogy a család hova tartozik. Igen. Hogy milyen régi népszokások elevenednek most majd fel, hogy a nász éjszakát azt ugye az összes unokatestvérrel meg kell leülni, igen. Vagy elég csak a Pákó hozzá. Az itt vannak kérdések. Igen, de ezt még Pákó se tudja. Egyrészt szerintem már mindent elfelejtett Nigériáról, mert 20 éve nem volt ott. Kettő, hogy még szerintem nem is biztos, hogy volt valaha nigériai esküvő, mert ő egészen fiatalon jöttem Magyarországra. Neki nem volt nigériai. Hát legalábbis a Bédeker szerint, meg amit tudom én, még szerint a lexikonok szerint, ő Nigériában még nem esküdött. Magyarországon igen, Nigériában nem. Jó lenne, ha egy kis kulturális mélységet tudnánk adni, ebben van némi ellentmondás, de hogy megtudjuk, hogy valójában... A mélységet, azt megérjük. Igen. Hogy valójában, hogy néz ki egy nigériai esküvő, tehát milyen népi hagyományai vannak, ki adja össze a pénzt, áldoznak, mit hoznak, meddig tart egy buli, egy napig, 3 napig, van-e mennyasszonytánc? Kinek kivel kell hálnia? Igen, ki az első éjszaka joga, hogy zajlik? Hát nyilván teljesen más, mint mondjuk Európában vagy Amerikában. Na, felkelt a mi hősünk? Itt van. Itt van? Bauni! 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 Klasszefem, Bauni, Balázs Jani, Feri. Bauni! Itt a vőlegény! Figyelj, imádom, hogy neked mindig jó kedved van, komolyan. Én még téged rossz kedvűen nem láttalak, ezt tanulni kellene. Igen, nagyon szépen köszönöm. És hogy vagytok ti is? Minden oké? Nagyon, nagyon jól vagyunk, Pákokám. Te még gondolom ágyban nagyokat nyújtózkodva, nem? Éppen... Hát éppen 15 percet kettem fennél. Akkor már sátrat bontottam. Igen, fontosan. Szóval. Mivel telik egy reggeled? Meséld el, mi a szeánsz? Teázol, fekete teázol, fölkelsz, leugrasz, hideg vízzel zuhanyzol a kádadban. Mit csinálsz reggel, Pák? Hogy telik egy ilyen Pákot? Reggel, kérem szépen, reggel, amikor fölkelek, a kedves MS drágám, igen? Előbb készített nekem egy kádba egy meleg vízet, olaj beleteszi, hogy simán legyen a borom reggelre, és amikor fölkelek a kádba, készített nekem egy finom kávé. Tudod, a latte kávé, mindig csinálja ezt nekem, aztán készített nekem utána egy rántott tojás, egy kenyére. Hát ez nem csodálatos. Úgy imádom. Figyelj, és milyen olajat tesz a fürdővízbe, vagy mi? Hát értettem a többi, hogy valamilyen olajat tesz a vízbe? Igen, olajat tesz a vízbe, csak azért, mert ne legyen száraz a borom. Ott az kicsi-kicsi pöröcske, nehogy kiszáradjon. Olyan aranyos. Na, figyelj, miféle testi kényszerrel, fenyítéssel vagy fenyegetéssel sikerült emesséd rád venned erre az esküvőre? Tehát ez hogy történt? Mióta vagytok együtt, Pákó? Hát már lassan 4 hónapja vagyok együtt. 4 hónapja? Itt az ideje állásod. 4 hónapja. Ja, hónapja. 4 hónapja. Minek tovább várni, nehogy elmúljon a nagy szerelme. 4 hónapja. Igen, és azóta a buma szerelem, nagyon-nagyon buma szerelem, nagyon-nagyon szeretem, már imádni váló csajszi, imádom, kedves hozzám, szimpatikus, odaadó, jó szíve van, a belső, a kívülről, a tulajdonossága, az nagyon-nagyon rám ragad. Egyszerűen én orulok neki, el kell, hogy mondjam, fiúk, hogy ilyen nő, mint Emese, találkoztam az életem során. Na pont ezért kérdéses, ha ez ilyen tökéletes ez a nő. Mit keres mellette? mi foglalkozik? Mit csinál? A kedves emesek, gyakorlatilag, hogy a magánklinikában dolgozik, asszisztens. És hogy találkoztatok? Te mentél éppen egy ilyen magárendelőbe? Magárendelőbe mentél orvoshoz, és ott volt, vagy hogy?
Hát a körszer ez úgy volt, hogy elvettem a magát klinikával, és ott volt, annyira kedves, amikor hozzám szól, annyira az a mosolyog, amit az arcán van, amikor ránézem a szemére, én beleolvadok, gyerekek, helyettel, az akkor megcsapott ez a szerelem első látásra. Jaj, megcsapott, még nem csapott meg, mert ha már megcsapott, az már nagy baj. Na, és hogy lesz az esküvő? Együtt utaztok nem sokára? Ez igaz? Tényleg mentek Nigériába? Igen. Valami nagyon-nagyon nagy dologra készülök, amiért Magyarországon még nem látott senki, úgy mondja, és ezt megosztom. Még a Balázs, még a Vundásónél is nagyobb duronás lesz. Akkor ez tényleg rohadt nagy lesz. Igen, ez nem létezik. Olyan nincs, ami annál nagyobb. Jó van. Egy igazi bazi nagy Paco Logzi Afrikában. Egy tradicionális nigériai esküvő? Igen, pontosan. Uh-huh. És ott a helyszín a 2000 a ember várható. Nem, mondd már. Igen. A Lapite család, higgyétek nekem, nagyon-nagyon sokan vagyunk. Olyan szinte sokan vagyunk, hogy egyszerűen nem is ismerjük egymással, és mindenkinek Lapitenak hívják. Hát ez nem sodálatos. El kell, hogy mondjam. És a beszélem a szüleimmel, addig várja, hogy találkozzak a kedves emesemmel, tudod, és minden elmondtam a szüleimnek, hogy milyen aranyos, milyen szép, milyen kedves is, és addig várják, hogy összehoznak minket. De előtte, hogy mondom, el kell utaznom a Erdélybe, hogy kikírom a keze az apjától. De helyes! Tehát lesz egy lánykérés a dologban. Abszolút! Azért írd le levélben is, hátra így nem értek. Ez nagyon komoly. Igen, elsőre azért igen, érdekes lesz, ha csak úgy bekopogsz és elmondod, hát küldj egy levet, igen. Figyelj, te egyébként etnikai hovatartozás szerint hova tartozol? Mert azt olvasom itt a Wikin, hogy a Nigériában ugye van Hausa, meg Fulbe, meg Yoruba, meg Ibo, tehát te mi vagy egyébként? Vagy neked melyik a népcsoport? Igen, a Nigériában három hivatalos tóset van. Van Hausa, van Ibo, és van Yoruba. Aha. Én a Yoruba a tósból számozok, hát mint a szüleim. És a Yoruba nyelven beszélek. És a többi nyelven nem beszélek. Én nem beszélek én Hausa, se Ibo se. Ez a tradicionális esküvő, amit most fog zajlani, ez egy Yoruba tradicionális esküvő lesz. Uh-huh, hát ez Na, egy kicsit erről, Pák, hogy ilyenkor milyen ruhában vagytok? Mi történik? Mit hoz a két család? Mi az ajándék? Hullanak-e kecskefejek? Mi történik? Hát az embernek van egyfajta képzet erről, de nyilván azért más, mint a valóság. Hogy néz ki egy ilyen hagyományos nigériai esküvő? Úgy néz ki, lesznek ilyen nagyszabású kajákat, mindenféle a nigériai kaját, Yoruba kaját, lesznek ez pandednyám, lesznek a egusi, lesznek ez evedu, a nevek alapján azért emesének mond meg vigyen széntablettát, tehát bármi is azért az ott valami kösse meg, mert ott azért az csúnya vége lesz ennek. És jegyezze meg a nevét, hogy ezzel még egyszer ne kérjen belőle. Bármit is eztek, azért ez elég keményen hangzik. Igen. És a mindenki kötelező valamit ajándék elhozni erre esküvőre. Nem kötelező amúgy, de aki nem bírja, akkor nem kell elhozni semmi. A lényeg azt, hogy mindenki éreznek jó magukat. Lesznek el kell, hogy mondjam, már itt tartunk. Gyorsan is elmondom ezt a kis sztorimat. Ja, mindenféle ott lesz a testvéremnek is oda vizem, lesznek a magyar zeneket is vizem magam, a mulatos, a pákodalokat, óriási lesz. Hát tulajdonképpen egy ilyen pákó csárterjárat utazik majd Nigériába, tehát egy ilyen 200 fős lagzi. Aha. És szeretnék ezt megoríteni mindenféleképpen egy musóba. Mi? De ez még titkos.
Ja, meg folynak a tárgyalásról. Ez titkosabb. Csicsit, erről ne többet. Igen, folynak a tárgyalásról. És azt szeretném megkérni a Balázs, hogy legyen a tanú! Nekünk meg mennünk kell koszorús lánynak a Ferivel. Azért, ha esetleg olyan más csatorna lesz, mert nem tudok arra, hogy ez nálunk lenne, akkor nekem kiblőrözik majd a fejem. És tudod, mindig ott jár, egy homályos fejű ember, az leszek én, mert más csatornán nem bukhatok föl, tudod, és kiblőröz. Keresetek a Balázs, a homályos fejű ember. És akkor ez kiállja? Tehát ilyenkor a két család, ugye nyilván hát MSZ családja, gondolom, hogy nem szeretne azért 100 főt így kiutaztatni, de hogy ez a népi hagyományok szerint ilyenkor a két család adja a hozományt? Vagy ez Nigériában hogy van? Hát ez nálunk az úgy van, hogy a fénynek a családja a fény, adja rá a pénzt. A Nigéria, főleg a Yoruba népek úgy adjomány nálunk azt, hogy a család összedobnak a pénz, minden összedobnak, mivel előbb is azt mondtam korábban is, hogy a 2000 ember válható, ilyenkor mindenki nagyon durva, hát Magyarországon ez 2000 ember, Magyarországon ez a városnak a lakossága, és ennyien vagyok a családban. Figyelj, Bákó, és ez esetleg előfordulhat, hogy mondjuk 2000 vendég lesz, és azt mondod, hogy mindenki hoz ajándékot. Előfordulhat az, hogy kapsz mondjuk 300 darab tehenet? Előfordulhat, igen. Ha már ilyen kérdéket fordítasz nekem, én azt mondom neked erre estőre, 6 marha fogunk megolni erre estőre, hogy a sok-sok ús legyen, de még nem beszélünk a halaskáról, még nem beszélünk a többi ilyen tengergyumosról, ami még plusz rá fogja venni erre a eskóra ételekhez. Aha. Azért mondtam, hogy mindenféle ételek lesznek, mert ez így angyomány. De jó. Igen. És azért szeretném megkérni titeket, hogy gyertek ti is Nigériába erre eskóra, mert most két kultúrát találkoznak. Mikor lesz? És ez nagyon-nagyon durvás lesz. Mikor lesz, Páko? Mikor mentek? Hogy mikor indultunk? A március 29-én indultunk. Wow, hát ez elég konkrét. Igen, addig megkérem anyámos, vegyél nektek is a repülőjét. Ja, akkor megyek. Nem tudom, mit csinál anyádat Nigériában, de ha ez így megy, hogy megkéred, hát akkor még 3 ügyet foglaljon. Egy turista osztályra jók van, így inkább. Milyen turista osztály? Ez egy jó módú család. Pálko, az olcsóbbat vegyétek, business class, jegyezd meg. Hagyjátok a first class-t a felébe, nem a first class-t nem akarok, elég a business. Engedd el a first class-t, nem érdekes, igen. Jaj, Pálkókám, jó mulatság lesz ez. Mikor voltál utoljára Nigériában? Mikor mentél utoljára? Nem, voltam Nigériában. Jó régen, voltam. De azt mondtam, én szoktam beszélni anyámat Skype-on is. Kommunikáció az mindig zajlikoztunk, és ez az nagyon-nagyon fontos. És amikor meghallották, hogy a esküvő lesz, hát anyám, hát ki ugrik a vágyból. Mert annyira örülnek, hogy ez egyszerűen lesznek egy kedves fejé asszony, amit találunk. Figyelj, Páko, hogy nagyon fontos SMS-ek jönnek közül, aztán Jani is mondani akar valamit, hogy nehogy összekeverd a dolgokat. Tehát a kecskét kell leölni, és a lányt meghágni. Igen. Nehogy itt aztán sorra legyen. Én nem is őrem az MSZ-t, szimpatikus lánynak tűnik, de azért melegítjed a gyorsan így beugrani egy nigériai esküvőbe. Na, készültünk neked valamivel, Páko? Páko? Igen? El kell mondanod egy esküt az esküvő előtt, amihez tartanod kellene magadat a jövőben. Mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon-nagyon fontos dolog számodra, de az európai emberek számára is az esküvő ugye tényleg egy életre szól. Most összekötitek egymással az életeteket, és ezért most mi szeretnénk ünnepélyesen felmondatni veled egy esküt. Jó, szóljon. Az a jön, amit Jani is mond, hogy ezt ha megtetted, vagy letetted az esküt, nem szeketed meg. Jó? Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Jó. Jó. Amit mond a Jani, azt neked a Jani után kell mondani. Jó? Jó. Na, akkor figyelj. Én
Lapite, uludajo babanide, uludatrion olapite. Lapite, uludajo babanide, olapite, olapite. Az ibadani oroszlán. Az ibadon oroszlán. A didik ura. A didik ura. Esküszöm. Esküszöm. Hogy a legény búcsúm után. Hogy a legény búcsú után. Szerelmemhez emesihez hű leszek. A szerelmem emesén a fületek. Vele holtomig megelégedek. Vele holtomig és beleégedek. Megelégedek. Ne égess bele semmit. Megelégedek. Megelégedek. És nem csorgatom többé a nyálam. Nem csorgatom többé a nyálam. Más nők ditkói, dudái, kannái, csecsei után. A máskor inkúi, dudái, a maga után. Jó van. Szinte szorúszóra, Pákó. Szinte szorúszóra. Szinte abszolút. Pontos vagy, nagyon. Egy-egy más hangzott csúszik el, a többi tökéletes. Tökéletes. Bármennyire is kívánatosak azok. Bármennyire is kívánatok. Azok. Ha ezt az esküvőt megszegem, hogy az esküvőt megszegem, zápuljanak meg a tojásaim, nőjön egy bikapénisz a homlokomra, nőjön a bikapénisz a homlokomra, és ne legyen több szilveszteri haknim. És ne legyen a szilveszteri haknim. Amen. Ez nagyon jó. Na, gyerekek, és mit mond erre, Norbi? Ennyi is batyút. Köszönjük szépen. Jaj, Istenem. Az esküt. Na, ezzel most már kiálltad a próbát, úgyhogy tessék erre a lányra vigyázni. Értékes lánynak tűnik, hát reméljük ezt ő is jól meggondolta. Úgyhogy nagy a szerelem, úgyhogy vigyázzatok egymásra akkor, jó? Nagyon szépen köszönöm. Kila mi se tami unfo pa mo yo iyawo la mi gbe o. Ezt esküvőről szól. Amikor a fél elveszi a feleségből egy lánykat, ezt a dal szokták énekelni náluk Jorubán. És ezt a dal kíséri az mennyasszony, akáska polgári a templom, vagy akármilyen oltás elé. Ezt a dosztutak énekelni. És ezt szóljátok ti is énekelni? Igen, támfa, pánó, jó, jáó, lámigbe, ó. Imádunk, Pákó. Vigyázz magadra, beszéljünk, jó? Jó, köszönöm szépen. Báóni! Hello, Pákó! Na? Itt vagy? Halló. Letette? Nem. Nem áll. Az nem jelent. Nem szokta letenni. Ő már más ember. Ő már bőlegé. Nem szokta, letette. Nem tette le. Hát ha leteszed, akkor ez a szaggatott jelzés. Itt vagy, Pákó? Fenébe, de miért tette le? Vívjuk vissza. Ezt jól elrontottad most. Tényleg letette? Tényleg nincs itt. Hogy nem hallottuk, hívjuk haza vissza, hogy nem hallottuk, hogy elköszöntünk-e. Igen, jó? Add már be újra, én úgy szeretem, amikor nem teszi le, mert most egy hagyomány, egy összeomló, egy világ tört össze bennem. Figyelj, ha ez tényleg összejön, hát ez nagy dolog lesz, nem? Neki, vagy Igériának? Nem ismerem ezt a lányt, de azért ő is bevállalta ezt a dolgot, nem? Ez nagyon jó. Négy hónap után, hát, igen mondani egy esküvőre. Hihetetlen, ez lesz az első széke Juruba esküvőre. Figyelj, és ha válni akarnak, a lánynak ki kell menni Nigériába? Persze. Igen. Lát, te letetted a telefont? Hát nem tettem a telefon. Én énekeltem továbbra, csak egyszerűen látom, hogy a megszakad a vonal. Ja, figyelj, Pákó, ha viszont már visszajött, akkor mi van a válásnál? Nem akarom ezt nyilván nektek így, csak hogy akkor neki majd, a MSZ-nek majd újra ki kell utazni, ha esetleg valami nem jön össze, vagy ezt itthon is föl tudja bontani? Nem, ki kell utazni. De már a MSZ-nek jön velem Nigériába, ott már nincsen visszaút, ott kell maradni velem Nigériába. Ez már a mi emberünk, kedves MSZ-en.
Kedvesem. Finoman üzentél a kedves emesének és a családjának, hogy onnan nincs visszaüt. Na jó van, Pákokám, elköszönünk újra, jó? Jó, jó, szevasz, jó. Páko, Bauni! 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 Nem neki a legjobb. Boldog, házasodik. Itt vagytok még? Ha fel ne viccel, hát mert hagyd el, még hallgattuk a dal. Olyan jó, hogy mindig ilyen boldog vagy. Na szevasz, szevasz Pákokám, ciao. Sziasztok! Bauni! Bauni, Páko! Na meg... Na? Én mindig itt vagyok. Hát tudjátok, én nem fogom letenni a telefon. Én meg fogom, én sose fogom letenni. Imádnak, sose később fölnőni. Istenem, de jó neked, komolyan, hogy bárcsak te lehetnék. Istenem, hát bármi történik, ez a jó kedv, ez, komolyan mondom, én te akarok lenni. Tehát itt komolyan, minek nagy dolgokat gondolni az életben? Igen, imádnak. Igen, és pont azért viszlek magamat, Balázs. Kicsit fenyegetésszerűen. Figyelj, ha én megyek, az nagy buli lesz. Azt szeretni fogod. Voltunk már egy-két helyen így együtt forgatni, meg tehát mi jól szórakozunk együtt. Tehát én abszolút, nagyon kedvelek. Pákokám, vigyázz magadra, csókolunk, szevasz. Sziasztok, Bauni! Bauni! Nem fogja letenni, tegyük el. Szia, Páko! Szevasz! Szia, Páko! Háho! Háho, hoha! Háho, hoha! Az a baj, ezt a tízig tudott elmények, hogy szevasz, Páko, bontjuk a vonal, csáho, hello, hello. Na jó, van. A nagy klasszikus a háho, hoha. Gyerekek, nem neki a legjobb. Hát, hogy lehet ezt az embert boldog. Nem szeretni? Hát most komolyan, aki őt nem szereti, az arra írít, hogy milyen boldog. Mert másra nem tudsz, nem? Tehát imádni való. Imádom. És 1999 van még belőle. Nigériában. Gyorsan rá is kerestem egyébként, hogy van-e nigériai Nobel-díjas, de van. Csak döbbenet. Irodalmi. Döbbenet a csáva, imádom. 7-10 múlt pontosan 6 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz pontosan 2 perc múlva. Még beszélgettünk ugye Páko esküvéről. MSZ-nek nem könnyű, de azért, amikor tényleg leraknak eléd egy házassági szerződés joruba nyelven, azért találj egy jogászt, aki ezt átbetűzgeti neked, nem? MSZ, akkor egyszer is olvasd, a házassági szerződés 16 oldal joruba nyelven, egy óra alatt szólj, ha van ellenvetés. No, kell kapaszkodni majd, nem? De minden nagy a szerelem, jó, jó. Ez biztos nagy mulatság azért, egy ilyen totálisan más világból, más univerzum, egy belépsz, és ott egy ilyen esküvőt, egy ilyen törzsi esküvőt megélni, szerintem fantasztikus lehet. Egyébként tényleg, tehát azt gondolom, hogy a természettel együtt, ugye, akár állati áldozatok, mit esznek, hogy buliznak, mi a szertartás, milyen hagyományokat követnek, nagyon-nagyon érdekes lehet. Hát igen, igen. De mondjuk én, hogyha ha esetleg mi is ott lennék, vagy ott lettünk volna, én azt gondolom, hogy azért nem távolodnék el egy olyan 2 méter távolabbra a Pákótól. Mit érsz el vele, hogy ő ott van? Hát ugyanúgy megesznek. Semmi. Igen, az a baj, valakinek nem tetszel ott, azért ott 8 után, Pákon mondta, hogy 8 után vannak olyan részek, hogy szintén nem mész ki. Igen. Tehát nem mész ki az utcára? Volt ezért egy kis finom szóváltás. Mm. Egy távoli rokonnal. Igen. Tölt azért, hogy te ott haverkodsz valakivel, akinek estére már nem annyira tetszel, mert ott nagyon ittatok a bárkultán. De Ferinek a nagyobb esély egyébként. Mert... Én a nagy fehér főnök lennem. Figyelj, igen. Meg azért, hogy a nagy manitú lennél ott, tőled félnének, mint a tűztől. Bizony. Érted. A Feri valószínűleg egy olyan látványosság lenne, ami megmenteni az életét, érted? De sokáig nem értenék. Igen. Én viszont csak deszert lennék. Hát téged már a reptéren kinéznének pillanatok alatt. Jól mutatnék egy varázsos disznó mellett nyárson. Előbb az olban. Tudod, és így jönnék be, és hol a Jani, és már ott tekernének. Igen, egy ott integetnék. És így fordulnál át a hátadra, és sütnének meg. Hát, bocs, Jani. Sírtak az atkák, mi? Te adtál neki. Adtál neki, milyen lehalkítom. Kösz. Gyerekek, a herceg érintetetlen. Feri, bocsánat, Arulálom. Nem haragszol, előre elkérem a 10 000. Hát csukod össze, azt nem oda tudom adni. Jól jön az még a hüttében. Gyerekek, bocsánat, át kell Euróban ad. Annyira 4-1 van a Federernek a Murray ellen, annyira megy, hogy érintetetlen. Egy a Nadal megállítja már szerintem, de Murray átmegy. Max egy szettet bukik. Simán. Nem lehet bízni ezekbe komolyan. Hát ne, nagyon. A Murray még nincs kész, hát sérülésből jött vissza. Tehát nem, ez ilyen típusú Roger, ő még nincs kész. Tehát ez jobb, hogy nem tettél rá többet.
Nem, ezt se akartam nagyon, csak mondom, a műsor kedvéért csináljunk valami. Nagyon nagy showman vagy, imádom. Nekem semmi nem drága. Semmi nem drága. Szeretem, hogy csinálod a hangulatod itt a műsoron. Jött egy SMS még a Páko esküvére vonatkozóan. Itt látom a szemem előtt, a Janit pörgetik a nyárson, halkan annyit mond, Bali, segíts! Erre te odamész és meglocsolod sörre. Igen, hogy jobban pirulja. Benne van. Benne van a pakliban. Figyeljetek, vedd följön a Pákot, hogy mennyire gondolt ezt komolyan, ha 2-3 napra oda ki lehet ugrani, hát a vagány lenne. Csak átszállással másfél nap az odaút, de hogy érdemes lenne, nem? Kis családunkat fölkapjuk, landolunk ott Nigériában, elmegyünk a Páko esküvére, szerintem sokat nevetnénk. Hát lenne mulatság. Mókás lenne, igen, egy ideig. Mókás lenne az első egy óra. Aztán, amikor elkezdene sötétedni, na, akkor már nem lenne annyira vidám. Én meg egyébként azon gondolkodtam, hogy ha MSZ fölveszi a Pákónak a nevét, akkor be kell rakni majd egy pótlapot az útlevelébe, hogy kiférjen az, hogy Lapite Oladu Jobbaban ide Oludatrion Olapite MSZ. Nem, a lakcímkártyája ilyen útlevél méretű lesz, az biztos. Igen. Tényleg, amikor mi van náluk, hogy ugyanúgy a vezeték, melyik a vezeték neve? Lapite. A Lapite a vezeték neve? Lapite MSZ lesz? Lapite MSZ. Jó, itthon lesz Lapite MSZ, de ott kint, ott az egészet mondani kell. Hát ott valami más lesz, igen. Csabikám, hello, jó reggelt! Lapite MSZ? Lapite MSZ, igen. Mi újság? Félelmetes vagy, ahogy nézzük itt ezt a teniszt. Bocsánat, egy hét is vége. Bemondod előre, hogy mi fog történni. Nem mondtam. Te már láttad volna a meccset. Mondtam, gyerekek, Roger. Ez egyik nyer. Mondom, Roger, Murray, fonákjára szervál, hálogatjára, és úgy történik. Megtörtént. Ez két teniszező. Aha. Csak mondom. Meg. Szeretem, tudom, de már csak pár nap is utána egy ideig nincs semmi, úgyhogy nem mutatlak benneteket, ezt még bírjátok. Igen, mert nem leszel. Azt meg a másik, igen, hogy többet nem hallotok erről. De úgy néz ki, hogy csak mondom az ínyenceknek, mint Nadal, Federer elődöntő. Ebből már nem sok lesz, úgyhogy azért ezt érdemes megnézni két nap múlva. Ahol Nadal átgázol. A döntő? Azt is megmondom neked. Szerintem a Wawrinka megveri a Berdichet, Nadal Wawrinka döntő. Az anyja. Na? Szerintem erre tenném. Wawrinka. Csak azzal a névvel csak nyerni lehet. Arra tegyél meg valamit. Na jó van. Hívjuk a naphallgatóját. Gyorsan még adunk neki egy ajándékcsomagot. És aztán búcsúzunk. Szép lassan. De mit csináljak, ha éhes vagyok? Egyél. Egyél, batyút. Ningso. Ningso, azaz, Ningso, hello, jó reggelt. Sziasztok, hello. Hello, figyelj, jött egy SMS, ugye a mikrós vízről beszélgettünk, hogy van egy kísérletünk, hogy a mikrós vízzel locsoljuk a snidlinget, a mikrós vízes snidling hal meg előbb, vagy a sima vízes, egyelőre a mikrós víz egyébként áll, mint a cöveg, tehát bizony. A kísérlet nem látszik beigazolódni. De hogy te nem írtál smiley jelet, az SMS-ed nagyon tetszett, beszélgettünk a mikrós víz, és egy 10 percre elküldted, hogy mi az Isten az a mikrós víz. Tényleg félre hallottam? Hát igen, mert éppen az M0-áson autóztam, és elég rossz volt a vétel, mert kicsit még kómás voltam reggel. És így egyszer-kétszer, amit kimondtátok, nem igazán értettem még, hogy miről van szó, mert így közben kapcsolódtam be az adásba. És akkor utólag már kitisztult persze, hogy hirtelen fönndulásból ültem egy SMS-t, hogy mi az Isten az a mikrós víz, utána persze már értettem. Igen, mikrós víz, sok kérdője felkiáltó, nem volt smiley, imádtuk, mi az Isten az a mikrós víz. Nagyon jó, mint ez a mikrós víz. Hol hallgatsz minket helyileg? Hát én Kecskemét Budapest között ingázott napi szinten, szóval most éppen már Kecskeméten vagyok, Török Bálinton voltam, amikor ezt hallgattam, úgyhogy így össze-vissza megyek. Jól van, mindenhol is szólunk helyes. Négy éve már hallgatok titeket, úgyhogy nagyon. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, meghálálva a hallgatást és az SMS-t is, jó? Köszönöm szépen. Anna felveszi az adatokat. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Csabi kámra megzenéd lesznek ma is? Minden további nélkül, természetesen, mint ahogy eddig is. Katy Perryt hozom nektek, akinek a negyedik lemeze a Prism című, és erről hozok egy újdonságot, az az Unconditionally. És ezt ajánlom a figyelmetekbe. Egy jó utazós zene, ahogy elindulsz nyugat felé. Gyerekek, Roger játszik, sehova nem megyek. Itt maradok neked. Beszélgetünk, te csinálj a kíváncsi műsor, földobom ide a lábam. Hát, amíg Roger itt fogsz jönni fél kettőig? De, több ilyen. Fél, hol? 4-1-re vezet, gyerekek. Ezzel délre meg vagyunk. Csak az egyik lécét vakszolják, amíg végezzem. Amíg a herceg játszik, nem megyünk sehova.
Ennyi. Na. 2-4, csak tessék? Mondom, jön föl. Jön, jön Muri. Hát hozta az adogatását. Muri. Jön. Ott futnak a dollárjaid, nagy nézed. Nagyon... Andikám, gyere, Andi. Hajrá. Hopp, 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 hopp. Muri nagyon fut. Jó van, nektek nagyon jó munkát kívánok. Amit tudunk ígérni holnap. Nagyon szépen köszönjük az őszintén jó kívánságot. 6:30 között Metára vagy 8-tól elmerülünk azokban az élvezetekben, amit az elmentes övezet nem biztosít így van, nekünk. Elmentes övezet nem lesz egyébként. Igen. De hogy hallom, lesz valami alternatív övezet. Ez meg teniszmentes övezet. Az gyerekek, sokan sóhajtanak föl örömmel, hogy ez. A sisakot vigyél, vigyázz magadra. Így vittem sisakot, gyerekek. Vittél? Még mert se indultál. Most rajtam majd. Csabi jön a kívánság műsorral, holnap fiúk, hétfőn már én is. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Jó hétvégét! Ciao, ciao, hello!